Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Alexaba Gamingen, én Sanyi vagyok, hello polgártársak! És eljött az Invictus ideje. És az a helyzet, hogy nagyon szarok a szerverek. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes sztori lesz. Azt terveztem, hogy megnézzük a Polariszt, és utána elmegyek, és vagy hát elmegyünk dobozolni, mert ekkora lag mellett, meg ilyen rossz körülmények között nem szeretnék PvP-zni, PvE-zni, semmi értelme nincsen, úgyhogy menjünk el chillelni, nézzük meg a Polariszt, nagyon dörzsölöm a tenyeremet, nézzük meg a Polariszt, mert az Intergalactic Aerospace Expo-ra ígérték, hogy addigra talán elkészül, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mikor rukkolnak vele elő, vágjunk is bele. Az Alexaba Gaming hivatalos Star Citizen orgia a Rézangyalok. Az Alexaba Gaming együttműködő partnere a Star Citizen utikalóz stopposoknak. Na, itt vannak már a srácok is, sziasztok, illetve... Sziasztok, ja. Hát ilyen sziasztok! Ilyen problémák vannak, ahogy látjátok, hogy... ilyen textúra problémák vannak. Jó, neked, Steve, én nem tudok kimenni Steve az ajtón. Steve nem tudja kinyitni az ajtót, úgyhogy jaj. Ugye majdnem fullon van a szaró egyébként. Vannak nagyobb problémák is, például nem tudsz a menü, a, tehát az inventory-t meg tudod nyitni, de nem tudsz kiválasztani benne semmit, csak a bal oldalából. Nálam ez most én éppen nem probléma. Utalni. Mindig más jön elő mindenkinek. Annyi, hogy gyorsan veszek pár dolgot ide a backpackembe. C54 SMG-vel fogok menni, és annak gyorsan veszek ide lőszert. Opa, megszaladt a fiú. C54. Kire? 30, az bőven elég lesz. És akkor kell még ide. Cruise Lux. 12? Nem, akkor legyen 10. És fogunk majd rámolni ilyeneket, hogyha elmegyünk dobozolni. Azt mondja, hogy multitool. Kiszedtem az üzélet, amit öltjék. Valaki nagyon behallatszik. Azt mondja, hogy mi kell még Ruhold Traktor Beam. Nálam megy a Forty Party a háttérbe, szerintem az ja, lesz. Az, aha, az lesz az. Az lesz. Mit szoktam még? Medpen? Jó, de nem egyet kéne, várjál. Legyen dögivel, sosem elég. Jó, és akkor elméletileg... Na, nézzük. Az expo bejáratánál megvárlak titeket, jó? Rendben. Oké, okay, megvan a C54. Ja, egyébként ebbe a izébe vagyok, az Arden SL Core ruhába, imádom. Legnagyobb. Az pont... a baj, én nem tudok ruhát választani most. Igen? Egyáltalán nem enged. Nem tudok átnyúlni az inventory másik oldalára, ahol lenne ruha. Olyan, ami érdemes is. Aha. Traktor Beam? Nem tudom miért. Mert mindenki másnak jó, nekem valamiért nem enged. Hát mindig más problémák vannak gyakorlatilag. Nálam sem mindig ugyanazok a problémák jönnek. De hát nyilván az a jó, hogy legalább jó sokféle problémád lehet. Ó, ezek is itt vannak még, te orr. Atya ég, mi a tököm van itt? Csá, Lakesztere, szia!
Jó, így. Nagyjából ennyi szokott kelleni, és akkor többi ez majd meg meglátjuk. Na akkor megyek az Expóra. Megnézzük a Polariszt először. Igazából az Expóból csak a Polaris érdekel, azt körbenyálazzuk, aztán dobozolás lesz, GLS futárkodás, vagy bármi. Hát igazából csak ez éri meg az Expont. Most jelenleg. Most a Polaris, ja, amit meg kell nézni. Jó, rákonyakulok a Shift-re. Szóval... Csábabó. Köszi. Ugye nagyon baba. Babák a bébik. Na pont el is csíptem egy teremet. Tam ott vagy az Expo bejáratnál? Hát itt vagyok a liftnél már. Jó, jó, mindjárt ott vagyok. Most ültem. Jó, hát nem sürgettelek. Most ültem, álltam a teremre. Ja. Hát, ami még érdekes lehet, az egyébként a medical ursa. A nursa egyébként. Van benne egy tier 3-os ágy. Plusz egy ember le tud ülni hátra egy dedikált székbe, meg kettő darab. Egy pilóta, meg egy kópilóta tud utazni benne, és ugye, hogy összesen 3 plusz 1 beteget tudnak szállítani, tehát 4 ember tud bele belemenni. Azt mondják, hogy nagyon OP. És 20, aha, és 20 km-en belül működik a spawn, tehát mondjuk egy karakkal megközelítünk egy helyszínt, aztán kigurulunk szépen a medikállal, a medikál urszával, aztán bemegyünk, aztán ugye oda tudod tenni az imprintedet most már a medikál ursza ágyába, és konkrétan ha meghalsz, akkor ott fogsz éledni. Ha mondjuk leszálltál vele, vagy bementél vele a bunker elé, akkor ott a bunker előtt fogsz újra éledni. Majd egy party invet, létszi. Jó, hogyne, persze. Igen, 20 km-en belül, így van. A tier 3-as ágy 20 km-t, a tier 2-es 50-et. A tier 1-es meg unlimited. Melyik résznél vagy, Zsolti? Te ugrászod körülöttem, mint valami Nickel Bolha? Ja. Ach, zó. Bosállalá. Hopp. És csak kis fekete sárga a dongó. Várjál. Na. Így, de szív szemed van, more. Na, ott a neved is jó van. Jó van, meg vagy. Még egy kicsit húzunk ezen. Így. Na, mehetünk. Légy szíves, nyiss ajtót. Csár is, szia, ezer éve, mi a helyzet? Jó, hogy itt vagy. Nem nyomod meg a gombot? Hát, hogy kapok egy libot combot. Ja. Többek között. Többek. Egy föl tudunk menni. Nem ártam a libot combot. Nem jutsz föl. Hát nélkül nem jutsz föl. Nem lövöm le a poént, hagyom, hogy fölmenj a lépcsőn. Hát nyilván te már láttad a Polaris-t. Hallod, te innen benézel. Ja, az már ott, az ott már mind a Polaris, mi? Hátra meg 3 kilométernyi izé van. Császterítus, szia! Köszi. Mire ebből lehámoznád a kábeleket, hogy eladjad el is, eltenne egy év. Micsoda? Ajaj, oda nézd meg, akkor egy böszmálat. Atya Isten. Te Jézus Úristen. Atya ég. Na hát igen, ez itt a lényeg. Fú, de kár, hogy nincs még kész a belseje, gyerekek. Atya Isten, ez tényleg bazi nagy, te Úristen. Állítólag már csak polishingolják. Ez is kérlek szépen, ez kérlek szépen, ez a Polaris. Úgyhogy innen üzenem Maxinak, hogy dörzsölje a tenyerét, mert az Intergalactic Aerospace Expo-ra kész lesz a hajó. Az ígéretek szerint. Ja. Le nem menjek a lépcsőn. Atya ég.
ez egy állat. Milyen leszálló talpa van ennek? Hát ezzel a légkörben nem nagyon kell majd leszállni szerintem. Hát, mert aztán hogy fogsz leszállni? Bolygóra? Jó, lehet, hogy lehet vele bolygóra szállni, de hát nagyon nehézkes lesz. Hát... szerintem nem lesz olyan nehéz, majd hasonló lesz, mint egy karakkal leszállni. Csak kicsit nagyobb méretű. A karakkal 125 méter, ez meg 155? Ja. Egy kicsit beröccent, már megijedtem. Ezek meg itt a hajtóművek. Nem is fér bele a képbe, bazd meg, hát mi ez? Mi ez a space dildo, gyerekek? Mi ez, Isten ez? Én ezért küldtem el neked a képet, mondom, tehát akkor, ahogy hátra kellett. Tehát ahhoz, hogy a segét le tudjam fotózni, el kellett mennem hátra oda be a pavilonhoz, a világítóhoz, a képam, mert csak onnan tudtam lefotózni. Nem lehet bemenni is, mert még nincs kész a belseje. Ja, sajnos még az nem. Még csak kívülről lehet körben nyálazni, de most a popóját nézzük, az ilyen nagyon szexi a popója. De hát tudod, Rizs, itt már lehet hegyezni rá a cerkát legalább. Jaj, legalább már lehet egy kicsit. Mekkora hajtóművek vannak rajta, azt rohadt. Gránáttal se sajnos. Jaj, na most ha itt ilyen szerverlagok vannak, akkor mi lehet, hogyha kimegyünk majd izélni? Vagy ha kimennénk PvP-zni. Ja, felállítja, nem? PvP-zni, még a dobozolós is érdekes lesz. Na, állok elébe. Azok ott ilyen böszmön a gyágyuk ott, nem? Aha. Oh, hát azok ott kicsik. Azok ott nem heteseknek megfelelő méret. Ja, azok ott picik, de van. Aha, itt ja, hátrafele. 6-7. De hát ezt nézd már meg. ott van egy docking. Kollár. Azt mondja, hogy ezek itt ilyen, hát nem is tudom, ezek itt ilyen légkörbe való ilyen fékező terülőszárnyok, úgyhogy ezzel majd lehet a légkörbe menni, ezek szerint, érted? Szerintem is alkalmas lesz majd rá, csak kíváncsi leszek, mennyire lesz mocerás. Hát folyamatosan tolni kell fölfele. Torpedó. Hol lopja a torpedó? Csak. Sanyi, nézd csak! Hogy ez micsoda ágyuk vannak itt is. Anyád, mi van? Már rég elengedtem a billentyűzetet, ide nézzetek. Nem csak semmit. Ho? Na most zoomolt vissza. És még mindig mentél? Hát benn maradt a zoom egy kicsit. Nem bírja. Az fasza, a pilóta fülke alatti turretet láttad? Csá, tengeri. Pilóta fülke alatti turret? Nem, mindjárt megnézem, csak így körbe szaladtam így hertelen felindulásból. Ha? Én úgy látom, hogy ezek itt valami, ez is itt, ez egy thruster lesz. Három darab így egymás mellett, úgy egy. És a fölvezető lift szerintem itt lesz. Ez lesz a lépcső, valószínű. Hogy itt lehet majd így bejutni. Nagy valószínűséggel. Azért is világít itt ez a zöld pötyi lámpa. Na menjünk előre, nézzük meg az ágyút. Gyerekek, ez nagyon durva az ágyú. Hát ez ilyen fekete vagy szürke. Szürkés fekete, ja. Ez itt momentán ilyen szürkés, látod? És csak ezt a két mordányt itt alul. De itt nem olyan, ez nem olyan, mint a kárák, hogy itt elő lehet bemenni szerintem. De, igen, ott, de ott van, nézd csak. Ott van a... Ja, ez itt egy lift. Lehet. Ez nem lift lesz. Ez így lenyílik? Nem hátul nyílik le? Mind a két oldalt szerintem. Legalábbis én azt sejtem, hogy, ez itt nyílhat. Látod, mert úgy is van kialakítva. Tehát ez egy különálló rész. Így. Mint és a karaknál, tudod. És ez így lenyílik. Aha. Ez az alsó hangárhoz vezethet. Igen. Be van sötétítve. Atya ég. Te jó Isten. Aha, megint megállt itt az tudomány. Nem zoomolgatok be az meg, mert ez így nem lesz. Felesleg ez. Ez nagyon beteg egy jószág.
Szép nagyon. Hát... jó lenne, meg tudnánk nézni föntről. Egy másik nézőpontból is. Ez lenne a torpedó vetőcső? Vajon? Hát... szerintem ott azok, igen, ott előtt az a négy darab, nem? Akkor viszont elég beteg torpedók lehetnek rajta. Az lesz ott. Az meg ott a... az meg ott a lidar szenzor. A követő tempomathoz. Te jó Isten. Nagy csúszli, azaz. Hát igenis, az meg ott még, még valami finomság. Az is tudod, thruster lesz. Ja. Kis thrusterek. Hát, gyönyörű szép. Meg itt vannak még rajta ilyen kis finomságok itt erről is. Négy ágyú. De szerintem ez, ez olyan lesz, mint a retaliátor, hogy a pilóta nem fog tudni lőni, hanem majd turretes legénységre lesz szükség. Hát ez, igen, ez azért ez már olyan hajó. Ez majd megköveteli a több személyes jelenlétet. Én is ezen gondolkozom, hogy is, ugye amikor azt mondtam, hogy a másik, egy másik perspektívából rá kéne nézni, fentről gondoltam. Azt lehet, hogy nincs is teteje. De ne, de biztos, hogy van, hülye. Föl kéne mászni egy ilyen Constellationbe a tetőre, és akkor ott kiparkúrozni, de nem tudsz szerintem. Á, nem tették olyan közel őket, sajnos. Én már tegnap megnézegettem. Igen, így van, így van, így van, így van. Szőrösnek igaza van. Nézd meg a izét, a hajtómű gondolák a Andromédákon is alacsonyabbak, mint a hajónak a közepén, ne vérkedj. Hát, mert egész más kategória. Nem, nem tudsz még átjumpolni se sehogy sajnos. Szomorú, pedig megnéztem volna fölülről. Megnézzük fölülről. Belülről, basszus, ne viccelj. Én ma autón vagyok. Szőrös közben nekem sugott. Na és mit? Hát, hogy be kell szállni a koniba, és ott külső nézet. Lol. Igen? Hát, hogyne? Na, erre nem mászok fel, de... hát... de nagyon szexi műanyag. Szőrös. Nagy, nagyon szép, nagyon szép. Ho-ho-ho. Yes, please. Na, emeljük csak meg ezt a kamerás telefont. Aha. Meg is volna. Ajha. Na, bazd meg. Az a hangár ott középen? Igen. Igen. Nem. Hát a balra nyom belefér. Ja, nem, nem tudok az egérrel mutogatni. Nem tudok az egérrel mutogatni, ez az... bazzeg, na itt van. Szóval, hangár. Ott van egy turret középen, hátul. Ugye ott vannak a hajtóművek, szépen jobb oldalon, bal oldalon. Szimmetrikus a hajó, gyönyörű szimmetrikus. Mindegyik oldalról gyönyörűen ugyanúgy néz ki. És ahogy haladunk előre, úgy itt van még kettő turret. A hangár után picivel. Tehát lent 1, 2, 3. 3 mannet turret biztos van rajta. A többi az meg remote turret szerintem, azok a picik. Úgymond picik. Az remote turret. És ott is van egy remote turret, ami hátrafelelő. És akkor itt van a pilóta főke. Fú, amikor repülünk fel, és így innen nézzük, tudod, így repülés közben. Ez beteg állat. Ugye mennyivel is? Az ott egy... ja, rohadt nagy. Az ott egy... olyan... az a kettő, ott a koniknál... az a kettő kinyílik? Erre gondolok itt.
erre a cuccra. Ami itt van előttünk, ez olyan, mint egy ilyen kis bicska, látjátok? Mint a ki tudna nyílni. Az lehet, hogy repülés közben kinyílik. Az is a légkörbe való, az is a légkörbe való repülést segíti szerintem. Ha lejössz légkörbe, akkor az kinyílik. Mondjuk egy V-tól módot be tudsz rajta kapcsolni, és az szépen kinyílik. Ja. Teszem azt. Ez töfi. Ez nagyon beteg, tesó. Azt rohadt. Várjál, most egy kicsit megmozgatom a kamerát. Az itt már a hátulja. Lehet, hogy nem fogok tudni mindent egykoniból megnézni. Is. Jaja. Zoomolj bele a közepébe. Nem engedi be a kamerát, egyébként már rég átment volna rajta. Látjátok, így kint a hajó oldalán siklik a kamera. Azért kis genyák, nem engedik, hogy belekukkantgassunk ám. Csak úgy. De gyönyörű, nagyon szép. Nem ekkora a hangárajtó, bakker. Az egész hatalmas. Ah, és be is akadt a kamera. Nézzük azt a pilóta fülkét. Igen, is. Nagy hajó, nagyot robbant. Hát ez már majdnem Idris méretű egyébként. Mennyi különbség van közt? Like 10 méter? Hát ez 155, az Idris meg 245 méter van közt. Azért az már... Az hát sok, azért az tetemes. Sok. Most tetemes. Gondolj bele, hogy ez mekkora. Tehát itt most látod a Konikhoz képest a méreteit. És most gondolj bele, hogy akkor... Egy 200 méteres Idris mekkora? Hát az egy... Az... Figyelj, az a következő ilyen expo hogy fog ide beférni? Ahhoz már izé kell. Hát én most tudom. Az már izé, 2x-el veri big. Azt hiszem, majd Magdán tartják a következőt. Szabad ég alatt. Ja. Csillag Invictus lesz. Kajacsomag, ne viccelj, Riz, háromszor elfáradsz, meg négyszer szomjas leszel, mire végig szaladsz a hajón. Ja, kellenek majd ilyen izé Big Ben-iz vendorok, tudod, hogy izé, ne halljál meg. De a karaktered ne halljon meg. Gyönyörű. Azok ott rakéták a fülke mellett? Jobbra-balra? Igen. Igazából ezek rakéták, itt alul meg a torpedónyílások vannak. Hát csak egy kérdésem lenne, hogy azokat a rakétákat... 16 rakéta van itt elől. Az... Oké, okay, csak hogy de nem gondolom, hogy csak ennyi. Na, jó, csak hogy azokat a rakétákat a pilóta tudja ire kilőni, vagy azt is hát csak ezeket a pilóta szerintem vagy nyomott túretesek. Meg kérdés, hogy a hát van a missile operator, alatt... van a missile operator, és akkor azt tudja szerintem valószínűleg kezelni. Oh. A pilóta itt csak a hajórendszereket tudja, meg tehát magát, az irányítást vágod. Szerintem erre már külön operator seat lesz a rakétára is, meg a torpedóra is. Na azért az úgy egy kicsit más lesz, akkor azért hogyne. Az erős lesz. Erős. Egy gyors bizony. Bio és jövök, jó? Menjél csak, én addig elindulok a spaceportra. Baszdmeg, csak a lockspike-ok vannak, be is akad a játék, te úristen. Hát ez bazi jó. Befele nem ment ez a lift. Azért jó kis hanglitchek is vannak. Szépen beakad. Szóval, hogyha be... Aha, ott van. Most megint megállt. Hát, ez így jónak ígérkezik, srácok. Nem baj. Azért elindulunk. Mert szeretünk szopni, szeretünk szenvedni. Úgyhogy megyünk, csináljuk azért a kargót. Dobozolunk. Zsolti merre van, nem is látom. Jó, ott van. Az öreg szakáber című. Szeretjük, ja, mert ha csípeset teszünk, akkor kétszer is tud fájni. Egyszer befele, egyszer kifele. Na, hát akkor ennyit így az Invictusról, mert igazából itt már úgy nagyjából mindent láttunk.
Menjünk is, akkor játszunk. Zsolt meg magyar utánunk. Szóval most... kis hajóval dobozoltam idáig, mert ugye kezdőpénzből gazdálkodtunk. Viszont most Nari megdobott egy kis lóvéval, úgyhogy van befektetni valónk, legalább javítani tudunk javítatni hajót, meg tankolni. Aztán a PvP-t majd akkor, hogyha nem lesznek ilyen lagspike-ok. Mert ez azért eléggé cefet, tehát ezt így köszépen, de akkor inkább így nem erőltetjük. Na, viszont kis pénzt keresni kéne, úgyhogy ilyen 16k-s dobozos küldiket tudunk csinálni. Azzal indítunk. Kifelé tartok én is a spaceportra, elvileg. Jó. Beférek hajódba? Olyan hajót hozok, hogy igen, persze, akkor beférsz. Hát remélem ki is érek. Köszi is. Ja, én is remélem, mert... ez cefettség van. Mondom, ez egy Whirlpeel VPC Constellation Alpha Prime Joy, meg egy T50 CM3 Base, meg egy T50 CM3 Throttle. Úgyhogy ez egy elég komoly kis setup. Ja, meg van hozzá egy VPC Ace pedál set. Tehát itt a lábamnál még van pedál is. De csak annyit láttak, hogy itt mozognak a csülkeim, de itt ez konkrétan itt alatt van a pedál. Úgyhogy az is van. Úgyhogy nem ez a Joy, ez így nem forog old irányba, hanem csak ebbe az irányba forog. Ez be van fixálva. Úgyhogy nagyon PvP-znék, meg PvE-znék, csak... Rizs, imádlak. Nem csak díszek. Ez való is valamire, kisfiam. De majd megmutatom ám. Csak a játék engedje meg. Vagy max bemegyünk egyet Arena Commanderezni, de az nem ma lesz. Esetleg egy ilyen... külön foglalkozás YouTube videó formájába megejthetjük offline. Elméletileg, ha ez engem most visszahozott ide, de ezután a spaceportra megy, nem? De. A másik gyerekek, teljesen el is felejtettem, amíg néztük a Polariszt, hogy a 4.0 közeleg. Q3. Rizs. Én nagyon szívesen megtenném, de én ilyen állapotban nem akarok elmenni öldökölni, mert teljesen fölösleges. Csak a kefét rágnánk, szerintem nyelhetnénk a mérgünket, hogy már megint miért ilyen szar. Szóval 4.0. Az a helyzet, hogy a roadmap-en ott van a 4.0-val kapcsolatos minden információ, és ugye a pyro bolygóik meg holdjaik jönnek, remélhetőleg az összes, de ugye ott van szám szerint, meg név szerint, hogy melyik jön. Evo lesz csak Q3-ban? Hát lássuk meg, mindegy. A lényeg az, hogy ott van a roadmap-en. Most csak szorítkozzunk csak erre. Hogy ott a roadmap-en a 4.0, és ott van, hogy full server meshing, meg... Mi volt, ami még nekem így nagyon tetszett? Hát szőrös, igazából szerintem olyan augusztusban már lesz evokatív teszt. Vagy július közepe vége fele indul az Avocati. Ebben biztos vagyok, mert hosszú teszt időszak lesz ennek is. És bizony... kell is neki, mert eléggé be kell járatni a technikát, a technológiát. De mindjárt ránézek a roadmapra, aztán mondom nektek, hogy mi a szitu. Mert sok finomságot találtam ott. Igen, a tűz például. A 4.0-ból lesz tűz, meg lehet majd az engineering gameplay-jel játszani.
mindjárt. Azt mondja, hogy got it. Szóval olvasom nektek mindjárt. Karaktereknél ott van az additional player customization, tehát hogy még több féle fajta karaktermódosítást lehet csinálni karaktergenerálásnál. Szóval érdekes lesz. Csár, idém, jó estét! Hát, vagy karácsonyja, igen. Tehát ez sem lenne életidegen a CIG-nek a módszereitől, de igen, nagyon... Hoppá. Bocsász. Szóval, Pyro 1, Pyro 2, Pyro 3, Monox Bloom, így név szerint. Pyro 4, Pyro 5, Pyro 6, Terminus. Akkor itt van egy Moon, vagy Hold, egy Ignis. De nem Suzuki, Jump Pointok, igen, Jump Point, hát természetesen 4.0. Colonialism Outpostok, ahol ilyen NPC-k fognak lakni, vagy tanyázni. Pyro űrállomások, itt a Wurhold, a Fuego, Fyro, Adir, meg a Vatra. Ezek jönnek így a location-ökbe, szóval elég sok minden lesz. Jön az űrtehén, illetve gameplaybe meg jön a Firehazard, ugye a tűz, engineering, azt is lehetett tudni, a life support, az is nagyon fontos lesz, meg a solar burst, ugye a napkitörések a pyróba, ez nagyon komoly lesz. Az már az experimental PT-n is kurva jó volt tavaly. Természetesen az LSI Zeus MK2 ES már itt van. Ja, meg az MFD revörkök jönnek, gyerekek, hát az kurva jó lesz, hogy eltűnik egy csomó minden most a hudok körül, ami van, eltűnik, és ugye az MFD-n fog minden történni, és azokat tudjuk majd ott zúzni. Na figyelj, Steve, Piszkesszel járkáltam azelőtt, viszont tudnék hozni egy Oil Spiritet, vagy egy Cutlass-ered, amiben ketten beférünk. Itt van egy... Mindegy, jöjjünk, a 400-ivel jöjjünk? Bár mondjuk az is elég sokat zabál. Kis hajóval kéne menni, hogy ne legyen annyira nagy a költség. Piszkesz is jól be tudunk ülni. De, hát persze, hát te ott oldalra be tudsz ülni. Na, lenyomjuk. A Cutlass is best, tudom. De most éppen nem mindegy, hogy hogy sikerülnek a küldetések, tehát fontos, hogy nyereséges legyen. Szóval, egyes hangár. Szóval az MFD levélkök nagyon jók lesznek. Az már ráfér nagyon a játékra. Meg ami még nincs benne a patchben, de én sejtem, hogy valami turpissággal be fogják hozni, az a rombolhatóság. Tehát én úgy érzem, hogy ez így menni fog nekik, hogy berakják a rombolhatóságot. Aztán majd meglátjuk, de én nagyon bizakodó vagyok, mert ugye ebbe a patchbe is több mindent szuzakoltak be, amit szerettek volna. Ugye tekintsünk el most attól, hogy az item bankok, meg a personalized, meg instanced hangárok nem jöttek, de ez majd ugye később még változhat. Elfogadtad a party invite-ot amúgy? Nem szerintem. Akkor várjál, mert izé leszel. Ellenség. Az meg nem jó. Mivel is kell elfogadni? Ővel? A hosszú, igen. Ment a party inv. Zsolti... Yeah, join, okay. Jó. A Zsolti beragadta egy óra. Nem jó, tudom. Itt vagyok már. Ja, itt vagy? Jó, jó. Igen, csak az, hogy nem szólok bele, amíg beszélsz, az... Az csak egy dolog? Hova ülök? Ja, itt van. Két szék. Yeah. Két dedikált. Oké, okay, megvan. Már be is. Aztán elfogadunk valami jó kis küldetést. Hát... A lagmentes optimalizált az majd szerintem így bétára készülődés környékén.
Valószínű idén év végén, vagy CitizenCon környékén már a Road to 1.0, tehát az út az 1.0-ához című fejezetet is fogják majd nekünk itt lobogtatni, mert ugye már volt arról szó, hogy 1.0 tervezet, és az úgy fog kinézni, hogy minden olyan dolgot összeszednek, ami az 1.0-ához szükséges funkció, és azokat kitűzik célul, hogy mi van már abból meg, meg mennyit kell még hozzátenni, hogy lehessen egy 1.0-ás verziót a játékból csinálni. És majd, ha ez meg lesz, akkor ugye tovább patchelik, aztán kész. De lesz egy 1.0, ami már bugmentes, meg lagmentes lesz, meg mindenmentes lesz. Na kérem szépen, tisztelettel. Amíg azért offline voltam, gyakoroltam ám a hotásszal, úgyhogy azért nem vagyok már annyira amatőr. Amatőr. Amatőr, ja. Delivery. Itt van. Itt van egy 8K. Ez mit kér tőlünk? Menjünk egy kicsit izére? Aha, jó, menjünk egy kicsit izére, primitívebbre. Jó, nekünk a 6K. És akkor elmegyünk Líriára. És Valára visszük a csomagot. Líria. Shubin Mining Facility. Oké. Majd ott jelölünk egyet. Az órám már azt mondja, hogy mozduljak meg. Ne fegyvert, semmit nem tudok magamhoz venni. Nem tudok átkattintani a fülre. Tényleg? Aha. Nekem is ez volt a problémám a legutóbb. Látod meg? Sehogy. Tényleg sehogy, egyszerűen okay. Csak... lefrissítettem a 323-1-re és akkor most működik. Hát akkor lesz küldő az elosztó központból, hogyha szerintem véget ért ez a Free Fly event. Mert akkor lesz értelme. Meddig tart ez 21-ig? 29. 29. Igen, 29-ig. Addig ilyen lagspike-ok lesznek. Lehet, hogy csak az expo területén vannak nagyobb lagspike-ok. Jó, most eldobta. Régen is csinált ilyet, hogy eldobálta a küldiket, vagy ahizzék a célpontokat. Jó, most jó, most működik. Na, a továbbiak, közben mondom a 4.0-át, multitool update-ek lesznek, illetve less charge drain, tehát ürítés-töltés funkciója az a multitooloknak. Ez majd a mérnök gameplayhez lesz, az engineering gameplayhez lesz fontos. Lehet, hogy nem bírtam összerakni a multitoolot, nem bírom leellenőrizni. Úgyhogy... traktor beam, az nem biztos, hogy benne. Közben nézegetem a izét is. De az lesz jó, hogy amikor ezek leszállások, ezek nem lesznek automatizálva. Na szóval... látjátok, kell egy kis idő, míg észreveszi, hogy izébe van, NAV módba. Na most itt kérem szépen tisztelettel, tök sötét van, igaz? De mi most csinálunk egy kis világosat. Ez kérlek szépen a Night Vision módom, amit szoktam használni a játékhoz.
hogy lássunk, és így nem megyünk bele a padlóba. Ezt nem, mivel van, nem csapódunk a padlóra, de nagyon dulván. Ezt hogy... milyen gombbal hozod elő? Ezt? Kérlek szépen, ezt nem gombbal hozom elő. Hát gombbal, ez egy program. Ez a Reshade. Yeah. Ha ez bárkit érdekel, okay. Ott van a Discord csatornámon, a download szekcióban a Reshade program letöltési linkje, ott mindig a legfrissebbet megtaláljátok, és ez a Night Vision effekt, meg itt van ez is. Van egy ilyen zöld fajta, mind a kettőt le tudjátok tölteni a Discordomon a download szekcióba. Fiúk és lányok. Is van. Igen, videók is vannak mellékelve hozzá egyébként. Más játékban már aktiváltam, de ebben még nem is gondolkoztam. Hát érdemes, mert jó cucc. De amikor már ide érsz a bázis közelére, akkor már oké, és tudod, mint a fényeket már látod, de amíg ide nem érsz, addig a felszínt azt nagyon nehéz észrevenni. Igen, elég könnyű fölkenődni. Uh-huh. Régi szép idők mi? Bizony. Jó, most kicsappantyúzzuk a izét. Landing gear-t. Ja, nekem van egy ilyen nézetváltó gombom kívül is. És le tudjuk tenni a kis piszkeszt ide közvetlenül. Süllyedjünk egy kicsit. Nem, ott van a villanypózna, úgyhogy be kell vele parkolni. Az ott hátul szépen leparkolt. Igen. Most a free fly miatt lehet majd látni ilyen furcsa dolgokat, hogy a játékosok mindenfélét csinálnak itt. Ide leparkolok, nekem ez a doboz itt tökéletesen jó lesz, innen besétálok. Így. De közelebb is mehettünk volna. Jó, mindegy, jó lesz így. Ezt el is felejtettem már, milyen szép kis hajó. No. Na mi az? Na, azt hittem nem enged ki, bak. Becsukod majd az ajtót? Be. Köszi. Amúgy vannak textúra bugok, tehát itt például az ajtóknál is észrevettem, hogy ha kifele jössz, itt tök sötét a textúra. Gyere. Látod? Nem látsz semmit, pedig van fény. Úgyhogy ezek ilyen dolgok. Csát, hogyha! Hát itten dobozolás fog folyni, kérem szépen. Meg hát ilyen lootolgatásra találunk lootládákat. De azt is ígértek, újakat. Ilyen táskaszerű lootládák is lesznek. Ezek mindig az megzavarják a szemem. De egyébként most van olyan bug, hogy eltűnik a lootláda. Látod, most megint ott elglitchelt nekem. Te látod, Steve? Nekem itt van egy, most ebbe volt egy piro. Multitool. Átbírom rakni magamhoz. Vagy kettő is volt, nem tudom már. Már bolygónál vagytok valahol? Én nem látom egy sorokban se. Meg nekem villogott, majd nézd meg. Úgyhogy nálam máshogy látszódik. Annyi, hogy ez a Reshade, még visszatérve, úgy működik, hogy DirectX 11-es vizét kell neki beállítani beállításokba. Rámolsz még valamit? Hát próbálok felállni, ja. Megvárlak itt az ajtóba? Gyere. Megyek, melyik kint vagy a bejárathoz? A bejárathoz megyek, vagy a kijárathoz. Mert... már vinném a ládát. Csak működik a játék, hallod? Hát igen, 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 igen. Jó, jó, oké. Ilyenkor nyithatsz ajtót. Nagyon nagy lagok vannak. Ó, gyerekek, mit találtam? Na mit? Már megint nem jó gombot nyomtam. Invictus Launch Fleet. Hát ilyen segéderő vagyok csak. Nem baj.
Na, bebírja tenni még ma? Hát ez mi? Így, ez az. Tökéletes. Okay. Most működött, amikor egyedül voltam, nem akart működni ez se rendesen. Kosztom a szerencsédet. Hát meg bizonyos tekintetben. Csak alig bírok felállni a székből, de meg volt. Akkor most Lírián vagyunk, most irány vala? Csak öregesen, mi? Ja, lazán. Hát 4x pluszos a társaság. Ez mi? Nem baj, az... Ez csak egy állapot. Mimi? Nem, ez mi? De várjál, ez nem... Dehogy nem. Mi? Ó, ez egy javelin. Nem. Mi ez? Osztasz képet Discordon? Aha, de ilyen, ez nincs benne a játékba. Jelenleg. Ez tuti, hogy valami koncepthajó. Hol láttad te azt? Valamelyik fejlesztő, vagy mi? Itt van Bungie mellett. Bungie mellett? Nézlek, mindjárt. Várjál, csak mert meg... nyomorútja, összekresselt a maga. Zsolti beindult valamire. Valára kell menni. Valamit csináltam, nincs kép. Zsolti. Kismeretűre állítottad az alkalmazást. Én megyek Valára valamit csinálni. Jaj, fájós. A jövő valak körvonul az úr, mi látszik, mi? Ja. Jajám. Akkor jó fáj, nem? Ja. Ízes magyar nyelvünk. Így. Joe bácsi, lesz kép még ma? Valami miatt nem akar jönni nekem kép a Discordon. Ezt majd VR szemvekben lesz így nagyon izgalmas, mert ha ráhajoltok, akkor ezt így meg lehet. Mondjuk így is, de azért VR-ban, hogy 3D-ben mikor előzitek lebeg, azért ez így más. Lesz. Jó lesz. Szia, Rizs. De nyugtass meg, Rizs, hogy nem Jászmér is vagy. Pedig az finom. Bizony. Hosszú szemű baszmati Rizs, vagy... Azok jók, így van. Így. Bocsánat, itt vagyok, csak újraindult az egész számítógép, úgy jó. Ja, azért nem volt kép, jó. Persze, azért. Csend volt, mondom, biztos valami Steve történt. Várta itt a képet, aztán... Ja. Az adásszünet jel volt. Maga Crash Bandicoot, mi? A Crash Bandicoot, azaz. Azaz, hát most még előfordul. Most végzett a kecske pornóval, aztán nem tudtam kiszapcsolni. Nem a vulkán valamiért összecincálja az AMD-nek a szoftverjét, és összekresselteti az egész gépet ilyenkor. Ha már még beta a vulkán, még beta a vulkán, nagyon óvatosan kell. Igen, nagyon, hát a Tobi, imádom. Hát kb. Így, ahogy most így minden van, a Tobi, meg az új joystick setup azért az, na. Az nagyon adja magát az új joy, főleg így Tobival gondolom. Így, hát nézzétek meg, miket lehet. Klikkelgetni, vagy tudsz a panelon azt akkor, ahol van nézel, oda klikkelsz? Ez az egész azt nem, azt még nem néztem meg őszintén szólva. Ránézel a panelra, aztán nyomod az F-et, aztán klikkelsz, vagy hogyan csinálod, vagy nem tudom. Még nem tudom, azt még nem próbáltam ki. Nem most próbáld, túl nem, közel. Nem, egyáltalán semmi... Semmi indítatásom nem volt. Mikor jött meg a set, Joy? A Joy az már egy hónapja, körülbelül. De csak nem üzemelted be. Nem, mert nem volt hozzá meg a tartókonzol. A Monster Tech-es tartókonzolra még várnom kellett. Hát én nem vártam volna, átkultam volna. Hol van itt a bejárat, gyerekek? Az 6-szor olyan. Ja, ezek ilyen nagyon pici outpost. Ez itt van egy piros kerek. Tudom, mondtátok, hogy ilyen mazlista állat vagyok, hogy a francba tudom azt megcsinálni, hogy benn van a dobozba, és nem szedem ki, és nem nyalogatom meg nem szaglászom körbe, meg mit tudom én, nem ez a 600-i. Meg se néztem, ameddig meg nem jött hozzá a tartókon. Bakker, na, ahhoz nem lett volna türelmem. Igazi mazolista vagyok, nem?
Az. De tényleg. Nem tudom, hogy nekem ez így megy. Tehát így nekem megvolt az elképzelésem, hogy én akkor veszem elő, amikor itt lesz hozzá minden, és akkor tök jó lesz, és igazából megjött hozzá minden, aztán tök jó lett. Összeraktam, múlt hét szombaton, ma egy hete, hogy összeraktam, és akkor Ever segített keybindingot találni hozzá, ő szólt, hogy a Buzzkillernek a keybindingját használjam, és akkor mondom meg magamnak. És akkor igazából így megcsináltam, és gyakorlatilag vasárnap már kész is volt. És azóta csak gyakorolgatok. Egy hétig rágtuk a fülét, miért nem nyit, ő nem nyit, csak miért nem, mondtam, hogy te figyelj, mert fogtam volna négy csavart, átmenőbe átfurtam volna a francba. Ja, az asztalon, hogy csak úgy legyen ott, az kész. Oda kendácsoltad volna, mi? Becsülöm, mert basszus tartotta magát hozzá, és nem volt hajlandó még az asztalt sem átfurni, hogy végre tudja használni. Persze, mert rendesen kell ezt csinálni, gyerekek. Ha valamit csinálsz, csináld rendesen. Hát én rendesen oda csavarodtam volna azonnal akkor. Abba biztos két vagyok. Két ilyen 20 centis kapupán csavar, amikor az aját lőskő vágni, az se érdekelt volna. Gyerekek, na, tessék. Én nagyon, ezt végig teljesen zenbe toltam végig ezt a dolgot. Volt egyébként mellette más dolgom is, rengeteg, ugye mivel sokat dolgozom mostanában. Így kb. Hazaértem tök fáradtan, így megnéztem a dobozt, és így konstatáltam, hogy tök jó, ott van, és így mentem más egyéb dolgokat csinálni, de eljött az ideje, itt van, be van állítva, és tök tuti. Úgyhogy nagyon örülök neki, és nagyon boldog vagyok, hogy ez megvan. Te egy gyere. De ne harag, hogy ez olyan Steve. Volt, mint amikor nem, az azt, hogy... Oldott. Te nyomod. Oké. Ez basszus, ez olyan volt, hogy az asszony oda fekszik felé, és be van bugyolába a feje tetejéig, azt nem tudsz hozzányúlni. Ja, hát nézd meg, mit csinál az Steve, ilyen furcsán közlekedik. Na te is csúszok? Csúszol, aha. Te is csúszol, nekem nyugodjál meg, ez ilyen, igen. Állva csúsztál az előbb a hajóig. Ja. Ez ilyen jó mennek a szerverek. Légdeszkázunk, ja. És legalább googolva én legalább stílusosan. Nem mint egy fat szöveg. Hát láttam én már egyéb. Most véletlenül futsz. Ja, most jó. Csukod a hátsó ajtót? Aha. Mindjárt nézek valami másik izét küldit. Ilyen lightosba megyünk, de nem is bánom, mert... Nem, hát figyelj, most elszoktam mi ez tőle, a... látszik, régen játszottam. Mi ez a szerver logger, tehát hogy így kúszva, hogy győzőbb a mész, hagyjuk már. Tehát ez... Örültem, inkább... most van a 70 FPS-en volt, meg volt 20-30 benne a városban. Mire mentél le, ura? Hova írtál? Na, hát... Jó kérdés. De hát most itt vagyok, úgyhogy veletek volt 20-30 FPS. Zsugi írt. látom. Jó, de is írt, nekem is írt. Csak most vettem észre a DC-n. De nem látlak, Zsugi. Na mindegy, figyelj, hát majd írjál. Akkor itt írjál cseten nekem, oké, az is. Lála, Citizen ezek, Zsugikám. Az Xbox, az nem tudom miért, mert a gyerekek Robi. Szerintem fortéznak az én akkomba. Nekem húzzák a karaktert. Azaz. Vendégmunkások, bérmunkások. Fehérkezű csicskirik, hadd szólj izéljen a gyűjtsék a TP-t. Hát jobban lőnek, mint én, ne vicce. Hát jobb a reflexük. Na hol van? Most XP-t gyűjtenek vele, jó XP-t, hát szorzók vannak. Helyes. Sad. Na itt van egy öt dobozos package. Egyet, ezt mindegyiket valán kell fölvenni. Hármat valán kell, meg kettőt Lírián kell lerakni. És kettő, hármat meg valán is ne kell adni. Na. Az jó, egyébként itt van kettő egyforma. Itt van kettő egyforma. Figyelj, még a lerakás is izé volt 48-ason van, amelyiket fel kell venni a 48-on, és lerakni egy másikat a 48-on. Egyétek, ugye? Igen. Úgyhogy van, amelyiket ott kell ledobni, fölveszük az összeset, aztán nézni kell, hogy melyiket, csak nem tudom melyiket kell ledobni. Várjál, a 25-öst, az 56-osra menjünk először. De várjál. Fölveszünk még egyet, mert ez még egy ugyanolyan, küldetés, és izé. Akkor osztom. Hára nézem az enyémből. Osztom, ja, igen. Osztok neked egyet, jó? Jó, őket majd... Sereljük. Tessék, Mike. Priority. Itt a kép. Ezt trekkeltem, jó? És ezt serrelem, jó? Ezt megyünk. A 048-ra megyünk Valára, jó? Séreld meg, légy szíves, még egyszer. Tehát az a Mining Area 048.
Jó, 29k. Mi? Mi ez? Ja, ez nem jót nézek, bakker. Árunk, hát megyünk 0.48-ra. Osszak még egyet, Zsolti, neked? Igen, accepted. Nyomtam egy élőt, hogy milyen hajót találtam itt pontja mellett. Jó, osztottam, figyelj oda, mert most én indulok. És miért nem látom? Ez van. Ja, olyan bug is van, hogy... hogy nem mutatja, nem mutatja, hogy mennyi fogy az üzemanyagból. Meg ilyen hasonló kis finomságok. Szédül a karakterem. Halló Steve, megcsináltam az izét, a hátranézést. Meg? Újra? Aha. Mert már egyszer megcsináltam. Egyszer megcsináltuk, ez de ugye ez a joystick binding, ez az új. Ja, tényleg. Hát én most itt... Karát kellett pakolászni. Nem tudom, nekem nem látom a küldit. De pedig szerintem fölvettem. Tudok serrelni még egyet. Na serrelj, de szerintem megvan. De érdekes volt, nem látom, hogy máskor. A mining area-ra megyünk majd. Halljátok, ez nagyon komoly ez a kép, hogy így távolodunk, és így egyszer csak ott egy ilyen hold lesz. Nagyon mennyit durva. Csúszik a streamed? Fél perc? Hát... Nem. Másodpercekben mérhető. Az jó, mert akkor szerintem, ha osztasz, akkor... Gyorsan etem úgy, hogy... Szádmozgása közel... nem stimmel. Ó, öcsém. Közel mentem a hajóhoz és szétlőttek. Tényleg? Clasher! Jaj! Micsoda! Hú, Clasher környékén utálom. Ezt engem leszivatott ez párszor most az utóbbi időben. Clasher. Na még egyet akkor osztok, jó? Jó. Figyelj, most osztom. 3, 2, 1, share. Hőbet, mining area 056. Collect package. Na most látom, hogy elvileg jó. New objective, de most a menüben látom-e. Mining én nem támadtam, a lényeg adjon lóvét igazából. Persze, megfelezzük a 15k-t. Szép lett, igen. Melyik az a kontrakt? Deliveri, most megvan. Ez megvan. Ott van a világosabb a sárga, az van bejelölve. Igen, mining area 056. De érdekes, az előbb is ugyanezt írta ki. Ide jövünk most. Kezdjük a... melyik rendtél? Melyik package-ér? A... pick-up a... mi a vége? 0, nem, 048, várjál. Hát ne mi szórakozz. Mi a package vége? Mindjárt mondom. 10-es package, 10, ott van. Nem, a 056, én a 056-ra akarok menni. De az a 10-es az pont jó, mert ha azt vesszük föl, akkor utána azt le kell adni a 0.48-on van a 3.36-2.29. Na várja, te mit nézel? Hát az én... egy másik küldi. Nem. Nekem teljesen más a sorrend. Pick-up package. Pedig ezt sereltem neked. Várjál, a 25-ös, 58-as, 29-ös. Nincs is ilyen package-om, nekem ilyen nem van, hogy 10, végül 75, 98, 0008. Júj. Hát akkor teljesen más. Akkor még egyszer sérelem neked ezt. De jó. 10, 75, 98, itt van. Nekem is ugyanez van most. Kettőt vettél föl? Kettőt. Az egyik megvan, igen. Akkor. Az egyik nincs meg. Mert csak egyet osztottam, de... akkor ez most ez a helyes. Akkor most rá kellett erre klikkelnem, és most jót mutat. Tehát akkor a 10-es az 0.48-on van, akkor oda megyünk, igaz? Mindjárt nézem még egyszer. Mert a 0.48 van belőve. Az az első. Azt mondja, hogy a 10-esre megyünk, akkor azt a 45-ösre kell elvinni. Várjál, 10-es, az a 45-re kell elvinni. A 45-ön meg fölveszünk 2-t, 3-at. Akkor 48-ra megyünk. Elvisszük, majd az a baj, hogy a 48-ra kell visszavinni, az 56-ra, meg a szalőt lirára kell az egyiket vinni, de az lesz a legutolsó. Jó. De még a lirán meg föl kell venni egyet, amit viszont a 48-ra kell visszavinni, oda-vissza kell utazgatni. Ez szép lesz. Na mindegy, ez ilyen kicsit szivatós ennyi pénzért, ugye? Hát jó, mert ugye fel lesz. Fele ide vegyünk, azt visszamegyünk, hogy visszavigyük, jaj, ja. Mindegy majd. Időigényes, igen, ez így ennyiért. Nem baj, hát ez a kezdő küldetéseknek az átka. Bizony. Eléggé szopó ág.
Don't clash elve! Hármas klámst adtad! Tehát nem, ezt nem akarom elhinni. Hát nyaktakergetős egyébként, igen a Tobi, de nem kell sokat mozogni amúgy, a szememmel nézek úgy is. Én sokat nem tekered a nyakad azért. Nem kell, meg be lehet állítani az érzékenységet. De hát pont ellátok mindenhova, ahol akarok. Te bal kezednél a kart, azt el is engedheted, vagy visszahúz, rugós? Nem, elengedhetem. Mint egy jó pilóta mindig rajta kezed, de... Úgy marad, ja, de igen. Nézem, hogy végig rajta volt a kezem. Sebességváltom van a kezem, tudod, mert izé kiugrik ötödikből. Különben kiugrik ötödikből. Kenünk rá majd valamit, mindjárt az oxipenből kiöntjük a folyadékot. Hogyne, megoldjuk. Hát jó, azért jobban látszik a talaj, most feketeséget látnál itt. Hát semmit nem látnék. Csak hogy ott vannak ilyen a fények. Jaja, de hát ugye itt most nagyon óvatosan kell közlekedni, mert egyébként F3-ra tettem mi a fenét. Hátra nézést, ja az üres. Nem a hátra nézést, hanem ezt a... Ja, ez az Night Vision-t. Nevezzük Night Vision-nek. Night Vision. Ja, jó sötét lett, ja. Jaja, de ha bekapcsolom, akkor szépen. Külső nézetből talán jobban látszik. Bal oldalt te mész streambe, jobb oldalt nézem a Joe-t, középen meg a sajátom vagy. Joe most a Clasher-be sínylődik, nem? Jajajaj, berizik. Kicsit szaggata őnál az átvitel. Már a Discordnak a streamje elég ganyi. Külső nézetből. Levegője. Tényleg? Ne idegen. Nem hiszem el. Azt nem látom annyira a képen. Ilyen hamar elfogy a levegő. Hallott, két tárnát mentem le és kabát. Zsoltika, ez nem a tárnapod. Ez nem. Így, landing complete. Nyitom az ajtót, de vissza is kell zárni, nehogy elvigyék ezt a kis szerény hajót. Kis szerény hajót? Szerény. Nem, jó kis hajó ez. Várjuk. Jó ez persze. Hú, bazd meg, 350 méterre van a pickup. Az hogy a tökönbe van? Akkor vissza a hajóba. Én ennyit nem sprintelek le. Még a végén ilyen elhalunk vagy szobjuk. Ilyen terepviszonyok mellett, ja nem gyaloglunk. Minusz 8 fokba. Jó, jó alapfelszereléssel jöttem, se fegyver, semmi, mondom, nem mozog. Épp hogy vettem oxipert, mert ugye pénz az 20 ezer lett, a jó pármilyóból. Ja, nekem is ilyen kevéske volt. Nem, 35-et kaptam ilyen. Mit, ezret? Ja. Várj, jó, neked én egy 20-ast. Éj, de már van 2.300 ezrem. Ja. Csak hát basszatod, mert ott vagyok lesörve. Mivel szedted meg magadat, Joe bácsi? Triklémel. Gondolt. Zsuggival majd... menni kell, ugye Zsuggi majd bányászni? Lesz szabad időm. Bányászni, hát úgy szét van csúszva. Majd nem bányászni, ezért jó, várjál, hát az millió méter, az nem jó. Elnéztem a rajzot, bakker. Most a 8-ast veszük fel? Ó, 8-as, nézem már. Most nagyon elnéztem, miért nem szóltatok, bagge? Nem figyeltük mi se, ennyi. Tudod, egyre figyelünk. De miért? A 0-8-as az a lira? De nem figyelj már, hát de itt is van egy... Tízes. Tízest kell felvenni azt. De ez hol van? Package, az az 55-10-est. Igen, 455-10. Igen. De hát az első, azt kell felvenni, azt kell majd elvinni a 45-re, ott felveszünk 3-at, aztán utána akkor pakolásszuk szét azokat. Ha vissza ide 48-ra, ha ez van közelebb, vagy az 56-ra, az van közelebb. Aztán majd elmegyünk a 48-on, fölveszünk még, ja nem várja a 48-ról. Nézzük csak, várjál. Jó, le kell kiszállítani majd, új bakker. Jó lesz ez. Jó, messze van gondolom. Kis malőr srácok, bocsi. Igen, látom már, éppen most jöttünk rá arra, hogy... Elszabtuk. Nem mindig dolgot. Nézem, látszik a streamet nálad se, én meg a hajóból nem látok ki, itt hátul ülök. Jó, akkor majd megteszed, hogy beszaladsz a csomagért és kihozod. Ja, mindjárt csak
fölkelek, csak leszoktam feküdni mellé, hogy ja, nyitva hagytuk az ajtót, ügyesek vagyunk ám. Ja, nyitva. Hát nem baj, azért, hogy meggyorsítsuk a dolgokat egyébként, semmi másért. De csak letesztek ide egész az ajtóba. Jó, legugoltam csak. Ugrok. Hol kell bemenni, várjál? Itt van szembe a lépcső. Ja, az ebbe? Nem látom a jelet. Most én sem látom, mert nem nézek, nem az én nézek, tehát külső nézetbe forgatom. Na, most már látom. Jó. Nyílik az ajtó, akkor megyek is. Ez a blue switch-es billentyűzetet imádom. Még kettek kattog? Egy időben volt egy kis software probléma. Írezettem egy izért is, egy régi hagyományos NAS halk lenne, de ez egy kicsit jobban tetszik. Én imádom a blue switch-et. Csak azért vettem a red switch-et, hogy ne legyen hangos. De az állítólag jobb FPS az eredet, csak ez volt olcsón. Ezt csak vinni kell a hajóra, ugye? Igen, hát, persze, egy van. Jó, de sötét van te. Megyek. Csak lebírjam rakni, mert az előbb volt problémám a lepakolással. Na, az utolsó izéba, Weapons and Items-ben van tűzoltó készülék. Egyébként itt még a patchet. Jó. A patch-re visszatérve, és a Cortex-ben van Transit System Refraktor, azaz a, ugye értelemszerűen a tremeket, meg a vonatot, meg mindent újra dolgoznak, hogy ne legyen ilyen kocka, hogy ne szögletesen menjen. Mehetünk. Oké. Okay. Mission System Refraktor lesz, ugye a küldetésrendszerek, meg a Server Meshing V1. Yeah, ez lesz a Cortex a 4.0-ba. Úgyhogy nagyon izgalmas 45. lesz. 0.45-re megyünk, jó? 0.45? Bányászhatok, hát ez marha jó. Találj nekünk valami fincsikét, Zsoltikám, valami finom ércet. Ja, találtam két ujjat a cignek. Küldjél nekik egy kis izét, öklöző zsírt ajándékba ezért. Küldök én nekik egy vagonnal. Igen. Inkább visszakérdezek. Nem gond. Nézem a menetrendet. Ja, várjál, nem konzol kell, nem ez a nulla kell nekünk, hanem 0.40. Tök jó, csak bekerültni a számot a keresőbe, és ott van automat is se. Na, ez jó, azt nem is. Ajaj, 0.45. És azt hiszem, az a sárga, ami világít, az lesz a miénk, mert az világosabb sárga. Nem vannak színkülönbség, nem látszik nagyon a streambe. Van. A citromsárgább az. A citromsárga. Hát nem a legjobb monitorom van ez a kép. Három közül a leggyengébb. Mindig hordok magam el a különböző zsírt, rizs. Bárkinek lehet ajándékba adni, akkor legyen. Hát sokkal jobb lett ez a konzol, vagy kézi konzol. Júj, totya bazeg. Nem már. Amit ingame szedtél össze, azt elvették, bazd meg. Ne, és akkor most beolvasztottad az eredetit, amit vettél. Bazeg, nem már. Ez milyen izéság? Sutyóság. Fura család, te boldog. Totya vette a Foundation Festival 2023-on valami ilyen pledge-et, tudod, és akkor a store-ból, és a Dark Angel pledge-et, és akkor vett egyet, megadtak egyet a Foundation Festival miatt, és akkor azt, amit adtak, azt elvették, mert azt, amit megvett, azt beolvasztotta, és kicserélte valami másra. Másikat nem lehet beolvasztani. Na, ez most itt jó. És nem tudsz vele mit csinálni. Ja, hát ez szíves. Ja, hát írni kell a supportnak. Jobb ötletem nekem sincs. Amúgy a
azok a hajók, amik már gold standardek, azokon kurvára lehet érezni, hallani, hogy teljesen mások, mint a régi hajók. Már az irányítást, a hangokat illetően minden... Nagyon mi durva. Az a gold standard? Én le vagyok maradva, látszik. A gold standard az, amikor már a hajókomponensek működnek benne, majd ha megjön hozzá a fullos. Igen, az, ami már igen, a funkcionalitást illetően a fullos. Így van. Van itt egy drop-off, így van. Van itt egy drop-off, de azt hova is tegyük. Oda. Először drop-offoljuk ide a csomagot, és akkor fölvesszük a másikat, jó? Uh-huh. Szóval én leszállok ide. És akkor majd... Jó, nem ezzel rögtelem a nézetet. Ezzel jó. Ja, lehet, hogy ezzel küldöm be, nem. Jó. Megbeszéltem magammal, semmi gond. Jó, nagyjából megjöttünk. Fogom a csomit. 4-10-es. Ja, te mész érte? Bemegyek, ezt beadom. Ezt drop-offolom. Ezt drop-offolom, te meg pick-up-old a másikat. Várja, becsukjuk az ajtót. Léci, aha. Hogy fosson. Csukódik? Nem. Hát csukódik szerintem. Most már hallom. Futok körbe. Nem az a baj, hanem az a baj, hogyha, hogy ugye a játék effektíve elvette azt, amit adott, és konkrétan ugye te arra számítottál, és amit pénzért vettél, azt meg beolvasztottad annak hitében, vagy tudatában, hogy neked van egy ajándék, ilyen pledged. Aztán közben meg volt, nincs. Mike eltévesztette a kapcsolót. Miért? Kérdés már. Nem, valaki elment DC-ről, legalábbis hallottam. Nem mi voltunk, mi itt vagyunk. Mi külön vagyunk egy hangcsatin itt. Várjál, semmi. Végre láda. Loot. Rizs volt. Majd kivészem azért, mit lootolsz. Ja, ilyen kaja. Szürke láda kaja. Traktor beam attachment. A másik oldalon szálltunk le. Le kéne nézni a többibe is, van piros ládák, ezekben nincsenek, nem? Meg kaja. Ilyet nem kérek. Piros ládában általában fegyver van. De itt nincsenek, nem? Néha előfordulnak, de nem nagyon jellemző, igen. 81%-on van az izém. Te fura, már külső nézetből is tudok nyomni izét. Micsodát? Ajtónyitást. Engedi külső nézetből az ajtónyitást? Igen, nekem engedte, csak ledobtam a... nehogy beragadjak. Nekem nem engedte, nekem visszaugrott belső nézetbe rögtön. Kettő klik, gyors klikkel engedi. Kettőször megnyomod a F-et, legalábbis nekem úgy engedte. Te még benn vagy? De én letenni nem tudom, hogy teszed le? Várjál. Most ledobálom állandóan. Szépen helyre, hogy lesz. Nem baj, csak... sikerüljön. Akkor vedd föl. Hát én úgy szoktam, hogy ránézek, hogy nyomok hosszan egy F-et, egyet klikkelek, és utána elkezdem mozgatni az egeret, és akkor utána meglátom, hogy ott van a sziluettje, és akkor lerakom. Ja, most már oké. Okay. Ja, így. Ezt szépen le akarom rakni, mert lesz még pár csomag. Oké. Okay. Ja. Akkor már mindenképpen, ha 3-2-re nem jön vissza, akkor azt reklamáld meg, totyám. Közben szemem néz lefelé. És talál is. Keres és talál. Vizecske. És már csokiból is annyi lesz, mint a nyúlszar, úgyhogy megvan a life support most már egy jó időre. És mi van, ha dupla klikkelsz a dobozzal, és akkor csak így ledobja? Dupla F-re? Hogy mit csinál? Droppolja? Ez jó kérdés, nem tudom, nézd rá az ajtóra, és most, ja nem, kívül külső nézetbe gondoltam. Ugált ki. Ledobtam valahogy, de az klikre szerintem.
Ben vagy? Várjál, én meg itt mentem. Vagyok benn, csak próbálom lerakni. Na most működött. El kell engedni az F-et. Ezek a vizek milyenek? Semmilyenek. Mehetünk tovább. Várjál. Megvárlak bent? És kinyitottam. Ja, azt hittem, hol vagy? Dehogy is. Ja, azt hittem, a hajón vagy. Nem. Nézek oda, hogy nem. Mit találtál? Jót? Hát viszem a következő dobozt. Majd mit hoztam? Én a 75-ös package-et hoztam, az mi? Comms contracts. Várja, még egy van itt. Még egy van? Oké, a 00-as is itt van, ja, a 45-ön. Azt keressük már meg, mert... Akkor te melyiket találtad? Én a 75-ös, te meg a... Lerált, így is. 98-as. És akkor a 00-as meg itt van ezen a fázison. Aha, csak hol? Itt van, nézd, oda nézd, itt van ebben az épületben. Az is. Ha. Jó, hogy figyelünk. Még szerencse. De azt hiszem vissza kell jönni, de most írtam. Lepakolni majd egyet, amit a lírán veszünk fel, jelm azt a 48-ra kertem. Nem baj, figyelünk még. Jó, és itt van ezen a polcon, ja. Kicsi package. Mindegyik más szín, más forma. Nagyon szeretik ezeket a külsőségeket, úgyhogy... Az nem baj. Na, én külső nézet, gyors két F-et nyomok, aztán megy. Külsőbe tolom. Mindjárt kinyitom a hajót is, hogyha úgy van. Én vagyok lassú? Nem tudom. Egérgörgővel tudsz üzenni, én már kimentem. Nem, nekem... Itt vajtad az a hajót? Itt vajtam, azért, mert láttam, hogy mész. Meg most próbálom a külső nézetből. Akkor ha még egy... Na, én ezt ledobtam, akkor. Jobb klikre dobja le. F jobb klik? Nem, sima jobb klikre ledobja csak. Kezedben van, vedd föl, aztán dobd le majd, nézd meg. Majd megnézem, úgyis lesz még itt csomag. Ha annyit pakacsolunk, úgyis jön, mehetünk is, megvárlak itt bennük. Már itt vagyok, elindultam vissza, csak próbálgattam a dupla F-et. Ja, várjál. De nem megy. Dupla F-re tudok csak kiszállni az izéből is, képzeld el, a zülésből is, hiába nézek rá. Nálam úgy működik, ahogy eddig, tehát... Ne, a dupla F-re eddig nyitotta az ajtót régen is, a régi verziókban is, tehát igazából, ha ránéztél, dupla F nyitotta. Úgyhogy az egy alapfunkció, hogy kétszer nyomsz. Na most igen, lehet dupla tap, meg egy tap, meg két tap. És jobb klikre meg ledobtam, csak simán jobb klikre nem nyomtam mellé semmit a package-et. Célra vágtam mellé. Hát, na most akkor... Ez a felszállás olyan gyors, hogy én ájuldozok. Tehát... Nem tökölek. Lehomályosodik a kép. Ja, azt érzi a karakter. Nulla, várjál, ja, nem néztem most, hova megyünk, azt nézzük, ugye? Én is azt nézem, igen, contracts. Azt mondja, felvettük a 45-öst, akkor mehetünk, vagy mi van közel, a 48 vagy az 56-ra kell menni. Most nem tudom, hogy visszamegyünk-e a 48-ra, vagy a átmegyünk az 56-ra. Collect package, Shubin Mining, Liria. A Liriáról kell kollektálni. Jó, oké, de az lehet, hogy messzebb van, mint most itt a, ezen a 48 vagy az 56. A sal nem kell sorba fölvenni őket. A sal 5-re, de oda vinni is kell vissza a sal 5-re. Hát elhiszem, tervez meg, de igazából 48 meg 56 az meg itt van valahol, tehát ha azokat lepakoljuk. Jó, akkor vigyük 48-ra. Hát, tudom, hogy kell oda visszamenni, de így is úgy is kell, tehát akkor most 50... elmegyünk az 56-ra. Jó, akkor 56-ra megyünk most és 48-ra. Közel vagyunk. Jó, akkor 56. Ütünk egy 56-ot. Tudom, hogy a sal 5-öst a 48-ra kell lepakolni, azt kihagyhatjuk most, és akkor igazából oda lepakolhatjuk később is a cuccot, és akkor átmehetünk a Líriára, tehát úgy értelmesebb, hogy az 56-ra most elugrunk, mert ott itt ugye, lepakolunk mindent, és a Lírián végzünk. Úgy kéne, hogy az 56-ra most lepakolunk, elmegyünk a Líriára, és a 48-ra kell úgyis visszamenni, és ott kell lepakolni kettőt. Érted? A Líriásat, meg az egyik 45-ösöt. Tehát akkor nem ugrálunk oda-vissza annyit talán.
Tehát most az 56-ot lepakoljuk, elmegyünk a szalötre, ott meg fölvesszük, és még a maradékot kipakoljuk egy helyen. És akkor nem megyünk annyit fölöslegesen. Jó, akkor a 48 kipakolás előtt elmegyünk Líriára. Líriára. És akkor egybe kipakoljuk a régieket, meg az új Líriásat is. Jó, ez így jól hangzik. Kevés benya, meg kevés idő, mert ugye az időből jó, van mindig kevés. Egyébként figyelni kell, mert most már lassan kéne megnézni, hogy mennyi az üzemanyagunk, mert ugye nem mutatja, mondom, hogy mennyi fogy, mert ez egy textúra bug, tehát nem mutatja most, hogy mennyi fogy, úgyhogy repkedünk itt bátran, aztán közben fogy az üzemanyag. És sehol nem tudunk tankolni ezeken az állomásokon, ugye? De lesz rá lehetőség. Ezeken? Lirian talán, nem? Hát a mining ariákon van, a mining ariákon van elméletileg. Működnek, akkor így kérdezem. Hát az, hogy működik, azt nem tudom, de hogy hivatalosan van lehetőség. Nem is tudom, kinél hallottam, hogy a világ legdrágább játéka, miért játszanak vele az emberek, mert rohadt jó Walker, mert ugye, hogy teli van buggal, meg hogy szitta itt jobbra-balra, neki próbálta, nem is tudom, ki volt az, magyar-e vagy külföldi, egy pár hete néztem. Hát néha visszajön az ember, azért itt szereti, vagy egyszerűen nem rossz. Ez, tehát, tudjátok, ez egy abszolút ilyen szimulátor, gyerekek. Ez nincs töltőképernyő, csak így átmész egyik helyről a másikra, mondjuk egy Bethesda játékban. Van. Persze. Még rendes joystickkal repülsz. Igen, hát jó, ez baromi állat, na. Most nem úgy értem, hogy csak te, de most én például a Bethesda játékokban csak egy Xbox joystickot tudok használni, érted? Ott nem tudom a joystickot beállítani. Például. Tudom, hát ez szimulátor, ez Starfieldnél. Ez Uber. Ja. Totya, igen, szóval nem fogy annyira kis távokon, de azért megnézzük. Meg a piszkesznek nagy a tankja. Akartam mondani, csak bocs, közben válaszolok. Nem, csak közben próbálok a csetre is válaszolni, meg veled is diskurálni. De majd akkor megvárom, amíg te befejezed, csak utána. Csak félek, hogy elfelejtem, tudjátok. Ja. A mondanodómat. Vagyunk kis páran, szerintem. Jaj, bocs, nem ezt akartam, ezt akartam. Jaj, én meg itt még benn vagyok, ha ezért mi szálljak is ki. Megnézheted, hogy mi van. Most melyik érjöttünk száma? Ez a 0-0-as? Ups. Azt írja, hogy no service. Akkor valószínűleg nem működik. Biztos, hogy fogyott valamennyi kvantumunk. Tehát túl megtankolom. Mondom, hogy igen, én ettől féltem, tudod, hogy... Nem is tudsz venni. Ó, most visszadobott engem is F4-ből, nem volt közömbe semmi. Hol a package blocker? Jó helyre jöttem? Jó helyre. Nem jó helyre? Jó helyre kellett, hogy menj, ott van abban az épületben, mögöttünk van. Van. Ja, itt, így se akarja. Itt drop-off is van, hozz egyet. Valamit itt kell leadni. Drop-off 0-0-ás. Itt leadni kell, nem? Várjál. Blocker, melyikre jöttünk 45-re? Itt csak leadni kell? Csak leadni kell már szerintem. Melyiket kell leadni? A 56. Itt le kell. Hát a 0-0-as 200-as végült. 6-15-200. Az itt az 56-on vagyunk. Jó, pont az kell. Leadni kell, nem felvenni. Itt leadni kell? Itt csak leadni kell. Várj, nem, hogy elfelejtsen. Turkálok itt addig dobozva. Jó, nézd meg. Ha? Bár nekem annyi kaján van most, mint az állat. Hát nem fér el nálam, de nem nyílik ki. Nekem magos. Is kis izém van, kis hátizsákom van. Megem nem hoztam a hátizsákot. Ez ki sem nyílik rendesen. Nem tudom, mi van ezzel. Na jó van. De akkor nem. Ez érdekes volt. Várj, ezt még egyszer megnézem. Mi az? Találtál valami bugot? Jézusom. Szírba. Aha. Mi csinálok, te jó ég? Magad sem érted, hogy mi történik? Nem, bebagoltam majdnem ezért, igen. Hát mondjuk ez a deliverizés, ez tényleg nagyon frankó, de hogy ennyi kis, kevés pénzért ennyit szopni, hát ezért ez cefet. Nem tudom kinyitni a dobozt. Melyiket? Vagy? Azt? De azt látom, hogy kinyitottad. Konténer, most igen. Most más nézetből. Ezt hol rakom? Nem fér el szerintem. Van ruha. Nem hozol le nekem valami ruhát? Nem tudom elrakni, szerintem a teli vagyok. Ezt én sem tudom kilútolni. Már itt, aminél állok ezt. Ott van egy a ruci. Valami a ruci, nem láttam bele rendesen, mert nem néztem meg rendesen. De... Valami alapruha lehet szerintem, de van benne. Ez mi? Nem tudom kivenni. Nem mi. Viszont...
dobozolod ki, akkor azt ki lehet a földre dobni? Ez doboz lesz, ezt berakjuk úgy. Kiengedi dobni? Nem tudom, hogy hogy kell. Sima inventory rendszer a régibe. Most hosszan nyomtad az inventory-t. Tehát kinyomom az inventory-t így. Ja. Úgy nem engedi kidobni földre. De ott van, itt a doboz. Oké, azt úgy általán be föl tudjuk rakni, aztán majd a valahol... Fölveszed a dobozt? Föl, hogyha nem feküdnék le. Várjál. Cannot remove, azt mondja cannot remove. Nem tudom mozgatni. Te? Csak kinyitni, bakker. Tényleg cannot remove. Okay. Régen ezeket föl lehetett venni, nem? Jaj, nem tudom, itt van most fegyveres láda, azt megnézted? Open. Loot, open. Hát, open. Ebben viszont egy armor van, bakker. Hey. Azt föl kéne venni. De armor meg van rajta, milyen ez? Hát, ez ennyi. Ezt nem tudom elhozni neked, ez sajnos. Ja, az a baj, most ez kellett volna hozni valamit szumót. Tehát azt nem tudom, hogy miért nem lehet akkor most dobozzá varázsolni. Ja, inventory jobb felső nyíl, igen. Na, a lokálba be kell tenni és hajóba, igen. Úgy csináltam ezt, baszki. Én is. Várja. De az a lokálba várja. Én ezt próbálom az. Áááá, most meg nem nyílik. Lokál? Most itt van lokálban, az rendben. Mivel megyek át a régi menőbe? Open inventory? Ha sima, okay. Ha egyszer nyomod az itt, akkor a régi inventory nyitja. Ott át tudom pakolni lokálba. Igen, ott át tudod pakolni. És akkor utána fölmegyünk a hajóra, és akkor a hajóra áttesszük. Ott meg áttesszük le. Ha, bebírja. Egyébként totyám, az utazásra visszatérve, okay. Szerintem is kurva jó utazni. Imádom. Igen, itt van lokálban állam. Na, menjünk akkor. És imádok repülni, tehát magát a repülést is nagyon szeretem, és én nagyon szívesen repkedek egyébként. Akkor itt leadtuk, és akkor mehetünk a lírára. Menjünk akkor. Ja, vagy még lootolsz, mert itt még volt loot is. Nem, mehetünk, hát én már tele vagyok. Hát igazából pénzem nincs. Cuccom nem talált nagyjából, csak őszer, nem, ugye. Tehát az életben maradáshoz szükséges dolgok itt vannak. Hát kaja van nálam is. Nálam is van, találtam már csokit, meg mindenfélét. Mi a tökömért lassultam be? Egy kis kargó konténert kéne ide rakni, és akkor ki tudnánk pörsenteni. Jaj. Itt a vehicle, elméletileg, hát nem tudom, hogy te fogod-e látni, hogy ezt megcsinálták-e már. Nem, látod. Szerintem, várjál, azt mondja a lokált, várjál, ne szállj fel. Nem szállok. Personált látok, vehicle-t, hol a lokál, itt van, és a vehicle-be átpakolom, oké. Okay. És a vehicle-be? Fogom látni. Nem fogod látni az enyémet, ugye? Nem, azt majd te kipakolod nekem valahova, aztán akkor elvileg... Innen elméletileg ki tudom dobozolni neked, nem? Figyelj, akkor kidobozolom neked. Ne itt, szerintem majd egy városba. Hát, mert végállomáson ráér egy. De hát tedd el te magadnak a lokálba. Jó, oké. Ott a doboz. Nem tudom venni, mert az volt a baj. De az inventory-t megnyitod. De nem kell úgy fölvenned, csak húzd be, nyíld el az inventory-tba, érted? Állj meg előtte. Megvan, jó, így is. Érdekes. A zseblámpádat. Igen, már szétvilágítja a szemem. És a hajó inventory-ba rak be a lokálba. Hülyeséget beszélek, de jóra gondolok, ne bocs. Igen, az X-el nem tudom bezárni a ablakokat. Nem lehet bezárni az X-el, azt felejtsd el. Ez Franco, igen. Na csücs, nem rindulok. Oké, be van minden, jaj, várja. I betű. Ülök, mehetünk. Most elájulhatok, most már jó. Biztos, hogy tuti, hogy elájulna, ott állnék. Ezerrel nyomjunk ott. Full padlógáz. Nem megy sehova. Nem. Milyen? Vasmacskát is kidobtad, vagy mi? Nem. 30k gyanús. Vagy jaj. Hát server recovery gyanús. Bocsi. Most már csak az van, nincs 30k, mi? Most már elméletileg nincs. Olyankor mit csinál? Újra tölt? Vagy mit szokott csinálni? Most valamit csinál is, nem? Néha. Hát a... Kiírja, hogy server recovery, és hát egy másik, egy pár másodpercig áll a képed, meg utána átrak egy másik szerver. Tényleg. Jó, ugye most lehet 30 perc. Akkor várunk egy kicsit. Hát kénytelenek vagyunk. Ja, hát a régen, igen. De ez jó megoldás azért még mindig, hogy együtt vagyunk, átpakol, reméljük. Nem a levegőbe fogunk. Bízom benne. Nem, átrak. Ja, néztem múltkor csak. Nincs 30k.
Nincs 30k-r is. Régen mindig mondogattuk 30k, aztán jött is mindenkinek egymás után. Hát... hát meg átalakották, mert igazából nem úgy működik, mint régen a 30k-r is, mert ugye az akkor kivágott, aztán csókkalapkabát volt. Na most beülök még egyszer hátha. Te legalább most rendesen megy a hajó. De megy a hajó egyébként, meg minden úgy kvázi rendben van. Te én ilyen karaktert csináltam. Zöld lett minden nekem. Föl elindult-e? Nem. Belső világ itt a zöld. Au. Az éjjelátot kapcsoltad, hogy zöld minden? Nem. Az a lámpa. Mert fura lenne. Ja. Na most jó, akkor csak valami beragadt. Pedig már kezdtem megijedni. Rizsasz, hogy én nem fogjuk a Windowsra. Ja. Simán hihető. Simán, így van. Milyen jó, csak egy kis ablakot látok, ott mozognak a csillagok, ahogy forgatod a hajót, megy minden. Aha, amúgy kibaszott király. Hát az, hogy egy másik emberrel online játszol, és működik azért viszonylag minden, most már lehet ezt mondani, régi hibák azért igen. Azok közül, más hibák lettek, inkább nem is azok lettek. Líra. Líriára megyünk. Vagy Líria, bocsánat, igen. Líria. Biztos, hogy az lesz. Humboldt. Már... akkor most már csak a 10-es, 75-es. Hú, nekem nem frissül. Ja nem, a sárgát kell fölvenni, a zöld kész van, akkor csak a 08-es kell... Humboldt Mainznál remélem, hogy tudom majd. Azt mondja, hogy... itt van a kvantum üzemanyag. Szükséglet egyébként, ez kiírja. Nem, ez nem 30k volt, egyszerűen csak nem akart működni a billentyű kombináció joystickon, tehát ki kellett kapcsolni a hajót és újra vissza. Az alsó kék ládát a 75-ös kell majd a Lirian lepakolni például. Ja. Úgyhogy azért mondtam, hogy Liria, és akkor ott fölveszünk egyet, az vissza 48, és akkor ott kipakoljuk a maradék két ládánkat. Lassítok, aztán hogy akkor... tudjunk forgolódni azért. Tankolás Liriát kibírja vajon? Szerintem kifogja. Milyen messze itt, van. Itt helyben annyira nem gáz a dolog. Ez nem olyan nagy távolság? Ezek nem olyan nagy távolságok. Hogy azért jelentősen fogjon a kvantumüzemanyag. Nem is néztem a csillagtérkép milyen. Ja, jobb lenne, szóval... ha Linux fullt a hajón, nem? És akkor azzal stabilabban működne a Linux-a. Hát mondjuk ezt most, aztán mi lenne, ha ott lennénk, lehet, hogy nem. Ja. Hallottátok, hogy az Nvidia nyílt forráskódóvá teszi a Linux-nak azért, a drivereit? Tudják? Igen. Driverelni Linux-on. Ugye ez eddig egy nagy rákfedége. Ez érdekes volt, igen. Kíváncsi leszek a PopOS-re, mert egyébként én gondolkodtam arra, hogy Linux-ra váltok. Mert ugye a gaming PC-n csak ezzel játszom szinte, tehát gyakorlatilag... Gyakorlatilag... mi fönn lenne a Steam könyvtárom, meg ez. Ezen maradna Windows, vagy mi? Nem, a gaming PC-n lenne Linux. Mi azon megy ez? Hát azon megy a Citizen. Szerintem a Citizen elfutna Linuxon. Nem tudom. Vélemény? Chat? Chat? Nincs itt másik ilyen cél, igaz? Nincs. Nincs. Egy van elvileg, egy sárgánknak kell. De nem kezdi el bespoololni. Most mi van? Na, ez király. És most nincs körülötte egy, ott egy űrállomás körülötte? Nincsen vagy valami? Nem tudom. Nem is néztem. Mindjárt váltunk egyet. Mindig megvan a rákfenéje ennek a játéknak. Ha lesz natív kliens, ezt felejtsd már ki nekem bővebben. Nem ugrik nincs. A nyúl, nem ugrik a nyúl. De jó, nincs egy deka műhold sem. Az nincs. ST18 itt van mellettünk. De megnézem még egyszer a térképen, hogy hol tudunk odaugrani a Humboldt Mainzra, mert az ott kell legyen. Humboldt van. Én mit jelöltem, de most azok vagyunk mi. Na, most rútoltuk újra. Szal 5-re írja. Az sárga. Tubing Mining Facility szal 5. Hol van? Nem tudom, szóval túloldalom.
persze, kicsivel arrébb, nem teljesen a túloldalon. Ott van egy drop-off, de... Ez egy mining facility, az a szalötös subin. Na, de pit mellett van. Ha azt látod, nem tudom. Hát most... Nem. Á, igen, ez egy elég konyha nyelvre lefordítottat, köszi. Szóval igen, arra várunk. Tehát, hogyha olyan lesz az Nvidia driveres cucc, akkor, ja, akkor igen. Akkor szóba jött a Linux nekem azért a gamer PC-re. De miért nem tudok oda menni? Sal5-öt beírod a keresőbe? Az lesz a miénk, a Subin Mining Facility Sal5. Én néztem. Azt kerest ki. Ott alul az alsó. Oké. Már megvan. Az lesz, oda kéne mennünk. Oda. Így talán átvisz. Én legalábbis remélem, jó navigálok. Megnézzük. Igen, az néha lesz. Eltévedek, ugye ügyes vagy, ügyes azért, vagy. Zsugi azért ezt tudja, de most ügyes azért aludtam eleget. Most leszek csak éjszakás, úgyhogy most reggeles volt az unikomus. Pontos, hogy kipihen magad, jajajaj. Hát, most kialudtam már. Kaja után is aludtam egy jót, mielőtt jöttem. Befrissítettem, gyorsan lehúzott 30 gigát. Én reggel én is fölkeltem, majd mellőle gyorsan lefrissítettem. Úgy volt, hogy bemegyek megnézni ezért a Polaris, de aztán elmaradt. Azért néztük ebbe. 10 perc alatt lefrissített, meg is lepődtem. Ja, egész gyors voltam úgy. Nekem 700 kilobájttal kezdett. Oh, mondom, ne. De aztán begyorsult. Nem lesz streami? Nem, hát reggel még mondom, ráírtam volna egész nap 700 kilobájttal csipegetni lefelé. De örültél volna, gondolom. Hát, ja, örültem volna. Hát is felejtettem én is a frissítést, azt mondom, jön a Sanyi Bakker, mondom, már megy, nem megy. Zsugi, streamel, nem is megy semmi. Jó, tegnap oké, néztem Zsugit, offline. Hazafele jöttem az autóval, akkor izé... Boncolt, vagy mit csinált? Hát itt, ja, valamit próbált, öltözködött egyfolytában, csak annyit láttam, mert dugóba keveredtem, és akkor volt időm nézni. Kínai női karaktered van megint, vagy távol-keleti Zsugi, itt vagy? Nem tudom, most nem láttam, hogy írna a csebben. Nem, most én sem láttam. Ugye megnézem, hogy látszik-e a neve egyáltalán. Hát nem látom a nevét. Robi itt van. Robikám, te sem nagyon szólaltál meg, amúgy szia. Jaj, a DX nincs. Igen. Hát én is a Vulkant várom. Most a... Bassza meg. Húha. Ez necces volt. Veszélyesen élünk. Hát mondom, megnézem, hogy hol vagyunk. Néztem a csetet. Igen, múltkor is úgy durrantál bele a vízbe. Ja, ott is van két drop-off, vár, itt egymás mellett vannak. Meg kell tanulni, hogy föld közelben ne cseteljél, ne nézzed a csetet. Kérdezed a csetet, majd válaszolnak, aztán majd megnézed utólag, leszállsz. Ja. Rá kell szokni, mert már párszor összetörtél. Kamikáze. Fú, na igen, szóval most megint majdnem összekevertem ezt. A 3,9 km lévő bázist a nem tudom hány millió kilométer lévőtől. Az MM jelzés, ugye most már nincs ilyen hosszú számsor, hanem most már rövidítve van a millió kilométer. És ugyanúgy két szám van ott, csak a mértékegység más, és nagyon kell figyelni még. Át és kell az állni. MM a millió kilométer? Az MM a millió kilométer, szóval. Vagy a megaméter, vagy mit tudom én milyen méter. Millió méter. A marhasok millió méter. Ennyi. Na, én már fölálltam ebből a székből. Enged, így van. Érdekesen, de működnek már dolgok azért. Kész csoda. Jaj, hál' Istennek, túléltem. Nem lett volna jó elposszanni így a izébe. Ki kéne venni ezt az alsó package-et. Oké. Okay. Aha, de pont ezt le tudjuk tenni a gépet, várja. 75-ös ugye, nézem gyors. Contracts. Most még akkor is vagyunk, lehet most a lirán vagyunk. Igen, átjöttünk. Van itt egy drop-off, meg egy pick-up. Mit rakok le ide, várjál? Ja, 75-ös rakom le ide, én viszem akkor a drop-offot. Jó, és akkor én meg fölveszem a dobozt. Hogy verjem bele a Clasherbe, de komolyan. Hát. GM, a Joe az 2,2 GM-re van, az mi? 22,9, bocsánat, GM. Az már... Másik rendszer, másik részén van. Gillió-millió kilométer. Ez már olyan giga-megaméter. Lát giga.
Lehet gigaméter. Giga meg a kiló. Ja. Én ezt inkább úgy hívnám, hogy... Valami baj van. Van. Én már kiszálltam. Én nem, hogy... és felreálltam a hajóval. Az jó, én kiszálltam. Még időben akkor. Na nézzük. És nem is látlak, hol vagy. Felreálltál, bak. Látom, hát ezt nem tudom, mit, hogy nem tudom, hogy történt ez. Traktor bimmel nem lehet ezt megfogni. Várjál, várjál, mindjárt megoldjuk, figyelj. Az jó. Na, itt ragadunk szép. Kis tréfelek várja. Már pick-up drop-off. Jó, kis tréfeltem szépen. Nem tudom, mi történt. Na. Ide szálltam elé, és nem tetszett az arcána. Hogy nyílik ez a drop-off package-ba? Leraknám, de miért nem engedem? Na még egyszer? Szembe a kedveled, haver? Föl tudom pick-up-olni? Jó, most úgy látom, hogy most kegyes hozzám a... Ja, hogy kvantumból ilyenkor vegyem ki, hogyha valaki jön és izélni akar minket. Inzultálni. Az űrpéniszével. Jó van, Elfogadta, kiírt valamit? Nem is néztem. Valamit kiírt? Nem, most éppen azt néztem. Nem kell, ki akarna váltani? Rizs nagyon, nagyon optimista vagy, Rizs. Itt nem is figyeltem, hogy van a doboz, itt van a pick-up, itt egy... Itt a pick-up package. Ja, azt nem is van figyeltem. Egy piros láda ott egyébként. Egy piros, igen, azt nézem. Nézd már, hogy... Várj, megint nem... Ott meg egy fehér. Bázik, túrjunk. Túrjunk. Imádom, imádom ebbe a túrát. Ebbe is van egy. Azt mondja, inventory-ra át kéne kapcsolni. Hát ezt nekem nem jó, nyitja. Jó, hogy át tudok kapcsolni. Ja. Lokál. Mert azok nem működnek, ki sem tudnánk pakolni. Rizs, persze. Semmi. Ledob minket egy Dunokavicssal simán. Na jó, én ezzel nem szarakodok. Jó, először kapcsoltam be. Ja, mennyi. Addig én megnézem, hogy kibírom ennyit. Te mire az első küldetés megcsináljuk, addigra már ez is lesz, basszik, reggel. Ja. Hát ezt én sem, szia. Még talán kijövök. Még kijutsz Clasherből. Bár így, hogy tele van a levegőm, rajta van sisak, azt megfulladok. Azért az elég vicces. Így nem sok esélyed van amúgy, ja. Á. Hát gyerekek... Egészben van a hajó meg egyetlen. Igen, úgy látom, hogy minden fasza. Nem. Na, akkor végcél. Amúgy, Mikey, amit láttál a hajóból, az milyen hajó volt, nem? Passz, én annyira nem vágom őket. Jó kérdés. Csukod? Ja, csukom, csukom. Köszönöm. Ja, leültem már. Elfutottam 2 méter, és visszafutott leülni, mert már nyomtam a gombot. Már elindult az animáció. Ez olyan kicsit, igen. De visszarántott így az ajtóból, visszafordult. Ez odagyalog volt, nem is rántott be igazából. Megnézzük a landing padot. Meg működött minden animáció. A nagy landing pad az... hát ide a kicsire leszállunk rá. 98.08. Nézem, most már igazából csak 2 package-ünk van, 98-08. Igen. De leszállunk. És a 48-as, valára a 48-ra kell menni. Jaja, az a végső. A kiinduló pontra megyünk vissza a legelső. Ez az, egy gyönyörű kis kör, gyerekek. De megpróbálunk azért itt tankolni valamennyit. Azt a kurva, mi volt ez? Oda, egyszer csak ez Star Runner itt. Csak most látjuk, igen, csak most látjuk. Ide ugrott egy Star Runner, te jó ég. Még jó, hogy a szélére lassan mentél, és bőrbe ugrottél. Jézusom. Ja, már itt integetnek, hogy már késő van, igaz? Kicsit csendesebben. Ja, csendesebben vígadjunk. Elment az idő, igen. Elment, ja. Teleportálom a mesel, azaz. Felejtsd el, de ahogy tankolunk itt, majd valamelyik űrállomáson kell tankolni. Mondtam, nem lesz ebből semmi, valahogy éreztem. Tudtad, te csak nem sejtetted, igaz? Ja. Miért lenne ez olyan egyszerű nekünk? Hol egyszerű ez a játék? Azt mondtam, 2 óra így alaphangon, így az kollégámnak mondtam, hogy rohadt jó a játék. Frissítették minden, küldtem neki róla valamit, nézzét, hogy olvass el, valami cikk volt.
azt mondja, fú, ez nagyon jó. Azt mondtam, de ez úgy indul ám, hogy ez egy alaphangon 2 óra, csak aztán egyszer meghalsz, aztán kiinduló pont mindent újra felszerelni, elindulni. Jaj, most az igazság, hogy tovább terveztem maradni, de nem bírok tovább maradni, mert nagyon fáradt vagyok. Úgyhogy 2 óra stream, és akkor vége. Úgyhogy kb. Ezt a küldet is megcsináljuk, aztán elmegyünk tankolni. Aztán lehet a hajót. Csinálunk egy közös fotót, mondjuk fotó a karakteredet megnézném, hogy milyen arcot vágtál. Megint nem csináltam izét, bárzeg. Na majd most az utolsó deliverynél dobozzal a kezünkbe, pózolunk egyet, valami. Meglátjuk. 2 doboz van, úgyis lepakolni egy-egy doboz. Igen. Csak ugye bent kell levenni a sisakot esetleg, ha akarunk levenni. De a sisakot majd a végén levehetjük rá, mert elfelejtjük majd fölrakni. Jaj, mindig ez van. A következő játék instant halála. Mindig azért van, mert elfelejtettük előzőleg a sisakot visszarakni. Hát az előző streamből, amelyik streamben van. Melyik már? 0.48? 48. Az előző streamben nem is tudom, ki mondta, hogy Miért fulladozok? Ja, nem vettem fel a sisakot. Nem is tudom, ki volt. Ja, jó pár streamer az előtt, ja. Bazzeg, ja. Ez jó volt. Te is elmentél úszni a szem sisak nélkül. Volt rá példa. Én is volt már rá példa. Lehet. Amikor nézegettétek a vizet, hogy milyen jól néz ki. Igen. Ja, az én voltam. Na, ennek a játéknak ez nézd meg rá. Bazzeg. Hát meg találsz egy jó bolygó felszínt, amit ott a vizet is néztétek, hogy most már egész jókat megcserélek, kinézettel nincsen gond. Nem, ilyen játékban nem láttam még, ez sem fogható, ez bazznek, nagyon durva. Hát ennyi pénzből már legyen is valami, ők csináltak valamit a pénzből. Igen. Azért van egy-két játék, ami semmilyen se lett, aztán valaki pénz nélkül, idézőjelben pénz nélkül, mert volt gépe, meg azért egy-két asszettje, Unreal Engine motorra sokkal jobbat csinált. 3 óra alatt lerakta az alapjait, aztán jó pár stream alatt meg összerakta a zombis lövöldözős játékot, amit most talán ki is rakott már kész állapotra, és az működős. Mm-hmm. Hát itt most ha említetek nevet, akkor Morkel Mario csinálta, én nem is azt, akit a cikkbe olvastatok, ha olvastatok, mert másik magyar is csinált játékot. De Mario is így egy streambe, YouTube-on összedobta az alapokat zombis lövöldözős shooternek. Nem online ugyan, mert ő ugye online részt nem fejlesztett bele, vagy nem rakott bele, de az még több idő lenne, de azért egy single player játékba lehet benne lövöldözni, most azt hiszem Mackin is van, talán Steamen is. Aha, várjál, közben olvasom azért a chatet. Nem követtem nyomon ennek a játéknak a fejlődését egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy mi újság ezzel a zombis játékkal. Zombis? Enyém az, vagy hát amiről beszéltem, az igen, tehát egy ilyen apokaliptikus lövöldözős. Nem, ezt nem követtem nyomon, viszont hát volt... Hát kicsi fejlesztő, ugye... Alt plusz F, az a sisak levétel. Hát azért a körmenüt mondja. Az Actions körmenü, nem? Hát az Alt F. Hát nem, hanem az F-et valami. Hosszan nyomod és jobb klik, azt hiszem. Igen, de hogy a sisakot le lehet venni. Na majd megnézzük, ha benne leszünk valahol. Mit küldtél? Addig lereved. Meg tudom nézni, amit küldtél? Nem. Akartál küldeni egy izét, mi? Ja, moderáltak téged, ennyi. Totyám. Jobb Alt plusz H. Tehát Alt GRH, nem? És akkor az a sisakot leveszi evés-iváshoz. Ez egy ilyen gyors. Egyébként a Squadron miatt ígérték a sisakot a honod alá, hogy oda tudod csapni. De azt nem tudom, hogy még mikor fog bekövetkezni, őszintén szólva. Tényleg leveszi Alt GR3-ra, most kipróbáltam gyorsan a hajóba. Na ez Minki az. Nem nyitom, de... Alt GR3, ez GRH. Jó. És akkor ha még de kezedbe megnyomod... veszed a sisakot, az a baj. Tehát egy dobozba veszi kezébe a sisakot, tehát nem az inventory-ba rakja be, hanem bedobozolja. Aha. Igen, mert ha már nincs hely az inventory-ba, akkor nincs. Viszont ja, kéne egy dedikált nincs. Hely izéba, a ruhádra, hogy fölakasztod oda oldalra, tudod, mint egy ilyen cowboy kalapot, vagy bármit. És akkor evés-ivás, aztán ha végeztél, akkor gyorsan visszadobod a sisakot.
magadra, aztán kész. Hát most nem hoztam felszerelés, mondom, nem pakolunk úgy olyan sok mindent. Na, azt meg ott hagytam a cuccos, nem beraktam át hajó inventory-ban mindegy. Az egyik izén, majd melyiken? Az, melyiken voltunk utoljára? Lirán? Igen. Ott hagytam egyet, de baj. Lirán. Ugye megnézem gyorsan, melyiken, ezt felírom magamnak át, ha arra járok egyszer. Sal 5-ön, oké. Jó. Annyira siettünk. Fog ez menni. Megy ez, hát ez most olyan dolog, hogy van ruha, csak az ember hócibája, itt szedtük össze az elején is, nem? Persze. Szóval vettünk egy rahedlit, mert neked is teli az inventory szerintem. Hát nekem igen, ruha inventory full tele van. Azzal nincs baj, most lőszerem nincsen, meg kaján, meg ilyenek. A pénzem. Hát... Pénzem 20 000 sincs most, mert vettem azért ezt. Kaját azt tudok adni. Olyan cruise lux van nálam, ami tölti az életedet is, az se gáz. Az is jó. Innen mutatja a szkent, nem? Hú, meg kell szoknom még ezt a kis izét, pöcköt, hogy ez nagyon érzékeny. Már mivel a magasságot állítasz? Hát amivel igen, siklik a hajó jobbra-balra, meg tudok föl-le. Tehát ez... Az nagyon érzékeny. Hozzászokik majd a kezdet. Persze, hát még a jóhoz gyakorlom. Könnyű hozzászokni. A jóhoz könnyű. Igen. Ez igaz. Ez true. Starcity10.hu beugrott itt a jobb alsó sarokba a stream, de ez igen. Bizonyám. Na, akkor mehetünk is. A rézangyalokat is reklámozom, meg a Starcity10.hu-t is. Igen, láttam. Furán vagyunk. Kicsit meredek, de jó, oké. Drop off package. Akkor ide. 0-8, te melyiket hozod? Akkor a másik. Hát a 10-es alapon az utolsó, de nekem is ide mutatja a drop offot, tehát ide kell egy most. Várj, várlak, akkor gyere be. Jövök. Oké, ez benn vagy, akkor mondjuk a gombot. Nyomom a cycle-t, nyomom én. Oké. Na, akkor kezdte. Oké. Nem úgyis bénázok vele még. Csak egyet kell klikkelni a gérre, aztán utána az F-fel már berakja. Automatisse. Neki várni, míg eltűnik a tiéd, addig lootolás. Persze, körülnézzük. Próbáld ki a Ctrl Alt gér, hát most ki tudod, én megnézem, hogy neked mit csinál. Neked elteszi, mert van helyed, nem? Nem, neked is kézben. Kezemben van. Az nem az igazi azért. Nem, és Alt gér 3 fölveszi. Várj, te hogy nyomtad meg csak a gombot? Nekem egyből le akarja rakni a package-et a földre. Na most muszáj leraknom. Ha nyomva tartod az F-et is, ott van az ott van a... Nem, mindegy. Persze, tartsd nyomva az F-et. Most már mindegy, megoldom. Most fölveszem vissza. Jó van. Ennyi volt. Ennyi. Nem, hogy... Na mindjárt megkapjuk a lét. Elküldtük. Jó, igen, várjál. Most írtuk ki, hogy you have left the channel, az MV8, MVC8X Piscast, tehát... Mi azt látom. Most ugrott le neki, hogy izé, vagy ugrott be neki. Completed, igen, oké. Okay. Csak remélem, megkaptuk a pénzt. Na, meg én izé kúszok, bakker, mindig kontrollni. 548, ja. Tudsz lootolni? Ja. Egy-két kaja van itt, meg ami nem kell, az, ezeket úgy igen, fogom eladni, ezeket a blue szarokat. Mindig olyanok vannak itt, amik általában nem nagyon kellene. Viszont azért... Medical attachment. A medical attachment-tel azzal... Hát lehet elvileg valahogy gyógyítani a traktorbeambe. Be se tudtam rakni szerintem semmit a traktorbeambe. Nem is tudom elővenni, bakker. Jó. Jaj, mit nyomtam? Nem. Egy csomó állomás. Mindenféle ilyen szar. Ja, már nem is tudok berakni semmit. Az jó. Másik lokálba rakd át. Nem akarom lokálba, nekem elég az inventory. Viszont ja. Akkor most... Most a sisakot rakom lokálba. És most ígyunk egyet. De most nézzük meg, hogy mi van, hogyha az új menüvel akarok inni, azzal tudok inni. Reset ekkor azt bírtam, hogy régen összeraktam, amiket így kint hagytam így bázisokon. Nem, ezt összeraktam csak pakolgatni tudom. Itt csak pakolgatni tudom. Viszont elmezeleg nem tudom neki drink. Fölvett a kezedbe igazából most már csak innod kell. Ja, ráklikkelek és vissza. Ja, milyen kis kopasz karaktered van. Ugye?
És akkor passz vagyok. Várjál, milyen vagyok? És most megisz automatikusan az egész üveggel, hogyha... Na, én meg egy ilyen lila hajúból, amit csináltam. Jó a haj, animáció. Interaction wheel. Kis pályás vagy, Steve. Én csináltam szakállas nőt is. Ja, azt is próbáltam az előbb, de ez nem hagytam meg. Nem sikerült fejbe dobni a kollégát. Fejbe dobtam majd, hát próbáltam. Jó, na, tök jó. Hát ránézel a kezedben azért az üvegre, és akkor jobb klikkel előhozod az interaction wheel-t. F lenyomva tart, jobb klik interaction wheel, és ott van drop. De a drop egy csillagos, úgyhogy lehet, hogy dupla izéval. Hú, kicsit belassultunk, várjál, most nem tudom, hogy nincs rajtam a sisak. Nálad van csak baj, nálam jó minden. Igen, valami beszaggatott itt. Ez kurva jó az a ruha. Amúgy ez nagyon van egy üresebb üvegem, mert megiszom a maradékot. Ja, de le kéne lenni a sisakot. Ide lokálba le tudom rakni. Megiszom, aztán eldobom az üveget. Ha? Megvan. Jó, oké. Itt ki. Vagy itt így, így áll valamit. És akkor melyiket dobom el még egyszer? Kiszom, amennyire lehet. Igen, az Arden, igen. Mivel dobom el még egyszer? Most például te. Nem tudom. Vedd föl. Mivel dobom el? Ránézel, F jobb klik az üvegen, megjelenik, ugye tartsd az F-et, megjelenik az interaction wheel, és ott van a drop. Ja, de célozni kéne mi? Nem ártana. De hogy célzol? Igazából... Nem nagyon magas az üveget. Várjál csak. Ez igen. Belül maradt az üvegem? Bazzak, kidobtam a csukot. De hallod, most nézem, hogy kidobtam az üveget az ablakon, amit az előbb itt eldobtam. Várjál, odadom az enyémet, megnézem, hogy csinálod. Várjál. Letettem az enyémet, ledobtam az enyémet, azzal mutasd, azt megnézem a streamen, hogy csinálod. Jó, várjál. Kidobtad, amiből innál? Ejde. A tojás. Nem tudom fölvenni. Nem. Na szép. Amo így? De, na. Kézbe raktak jó, ezek okay. Az apró hibák. És akkor... Nézem F, jobb klik. Jobb klik, igen. Nem működik. Fel az üveg. Nem, azzal van baj, az üveggel van baj. Nem, várjál. Hogy ledobod, nem? Figyelj. Visszaveszem a sisakot, míg el nem feleltem. Nem, tudod mi volt? Nem. Még szerencse, ha nyomba tartod a bal klikket, és megjelenik az a vonal. Ezt lehet dobálozni. Kidobta azt is az ablakon, mi? Átment a textúrája. Várjál, nincs itt, már nem hagytunk semmit ebbe az időre, mi? Kilútoltam. El vagytok, látom. Jaj, végén. Megvan, megmentettem. Persze, nem csináltunk ám fényképet. Megmentettem az üveget, várjál. Jó, figyelj. Ez igen. Desze. Dobj meg engem, várjál. Desze. Megdobtál, mert eltalált. Hova esett? Itt van a polcon. Tényleg? Ott. Jó, és nálam van most. Nálam, ez az várj, most én doblak meg, téged dobol, várj, téged. Várjál, bal klikket nyomd, le bal klikket nyomd, le átmegyek ide a másik sarkába. Hova mész? Figyelj, erre nézzé, és akkor látni fogod, hogy eltalállak. Eltűnti. Várjál, maradjál. Hol vagy? Maradj egy helyébe, te maradj egy helyébe. Oda visszaállok. Csak olyan deszink van, mint ide Kiskunlac háza. Jó, várjál, oké, doblak. Megdobtalak? Fölöttem szálltál valamelyre. És itt van, beállt ide, itt leállt az asztal, nézd. Hol van? Itt az asztalon, csak nem tudom fölvenni már. Ja, látom, ez az. Nem, mögöttem. Mögöttem van. Az, de ez bevillant, ez is, hallod? Ott van. Várjál, talán ki tudom venni. Jó van, gyerekek, hát ez nagyon de jó. De az villant meg, hallod? Az nem is volt ott szerintem. Majd vissza kell nézni, csak nem majd, tudom, most streamben nem arra néztél, várjál. Na ja, gyere, leraktam, akkor álljunk meg itt valahol. Még egyszer megdoblak, várjál, ez szél lesz. Jó. Meg akarom nézni, hogy a streamet behozom. Majd rendezünk ilyen dobálózó versenyt. Kidobósat? Várjál, dobja el. Aha, igen. Most eltaláltál, most aha, igen. Most jó volt. Most a damage indikátor ott volt. Aha, ja, ezt akartam megnézni. De egy 10 másodperc csúszás volt nálam a streambe. Jó. Jó, várjál, odaállok mellé, de visszacsinálj egy fotót. Melletted állok, várjál. Nézzük. Nagyjából.
Hú, itt? Neked ez egy kicsit jobb felszerelés van rajtad. Nem baj az. Egy kicsit fordulj jobbra. Miért tettem fel? Neked jobbra. Bírom. Neked jobbra fordulj. Nekem, így jó. Igen. Aha, jaj, így egyenes a kamera. Hogy így jól látszódunk. És akkor én most nekem még az arcom is látszódik egy kicsit. Csodálatosak vagyunk. Engem meg képzeljetek oda. Zsoltikám, téged mindenképp. Ugye csak az a baj, hogy itt akadozik a kamera. Na. El van a gyerek, ha játszik, szokták mondani. De elám. Lőttem egy pár képet. Az jó. Akarok lőni egy izésat. Egy közelibbet. Mert az a baj, hogy a... Ez nem enged valamiért közel. GG! És most szabadulok ki Clash of Clans. GG! Zsoltikám, ne törődj ilyesmivel. Nem, ez most már el van, most már. Nem kellett volna látni a streamben valamit erre a GG-re, vagy én nem láttam csak. Lehet, hogy látni kellett volna. Van, amikor összefossa magát az izé. Újra kell küldenem neki a... Újra kell neki küldenem az ívet, hogy olvassa be rendesen azért az animációt. Ja, nekem is volt már ilyen. Na mindegy. Menjünk, tegyük le az űrhajót az állomáson. Ja. Annyira azért még ne siessünk, gyorsan lerakjuk a hajót aztán. Ott csak az érdekesség az, hogy megpróbálom megtankolni, hogy működik az állomáson. Rajtam van a sisak. Rajtam. Arra a mining 48. Rajtad van a sisak? Igen. Én is megnézem, jó, oké, megyek. Megnéztem a sisakot, mert nem a szeretnék. Jó, megvárlak itt. Föl kell kapcsolni a lámpát, mert nem látok semmit. Bent vagy már? Bent. Itt jó, állok, mert kiégett a szemem már kétszer. Jó, de nekem, én még mindig bent látlak, tudod, az eszink. Ja. Persze, majd egyszer csak behopponálsz ide mellém. Ez tuti. Így is maradt 20 perc. Na jó van, akkor. Zsolti, te kiírtad magad ebből a mai műsorból elég rendesen. Itt volt velünk lélekbe. Lélekbe itt voltál. Én meg azt hittem, én nem jövök, hallod. Mi is veled lélekbe, hogy szedted a kavicsokat. Én lélekben marha jól itt vagyok. Igaz, hogy a felébe végig le volt hajtva a mikrofon, mert hittem, mint a bokrot. Gondoltam, hogy... Felcsukom az ajtót. Várjál. Jó, várok. Szólja mehet. Oké, csukódik. Oké, várjál, leültem azért, hogy gyorsan. Nem jó, lassan. Mehet gyorsan, most már nem érdekes. Örültek volna annak, amit én kifejezek a kis számmal, úgyhogy inkább leelnémítottam magam. Hát az elején én is kisejutottam abból a rohadt szobából. Kiléptem, beléptem, újra csatlakoztam, mindent csináltam. Van így ilyen, hogy bajos, nem tudom. Voltak gondok, de azért az idő nagy részében azért nem volt annyira gáz. Bajók, öreg. Hát tele van az oxigénpalack, rajtam a sisak, döglődik a karakter. Te mi? És nem tudsz 12 szintet lemenni a bányába, mert az első három után jön... Én ahogy bejelentkeztem a játékba, és bedobott a szobába, ott két lépést tettem, és fulldoklott a karakterem. Tehát konkrétan nálam is volt ilyen gond. De csak két másodpercig, 98%-ra csökkent az életereje a karakteremnek. Rögtön az első egy percben, ahogy bejöttem a játékba. Érdekes. Hát érdekes. Az, ja. Mindegy, lejár az időd, aztán kész, aztán most már majd jössz. Ja. Next time. Na, most engedett el. Hát, igen. Hovi nézi a streamet? Nem tudom.
Nézzük, Covid van-e. Ja, majd mindjárt, nem, persze. Nem tudom, a Covid néven nincs senki. Ha nem tudom, hogy az-e a... itt a neve. Túlmentünk Bajginin. Igen. Ilyen gyors volt. Mostanában mindig túltolja. Az az. Ma már olyan messze vagy azért. Van még ilyen hatósági ellenőrzés? Még mindig benn van az? Van még, persze. Hogy ne von. És leszállópálya kijelölés az van? Tehát ilyen kivilágított leszállópálya vagy útvonal? Mi az, hogy persze. Előbb kiküldöm az emberkét, hogy gyújtsa fel a leszállópályát. Azok, azok. Van itt jobb oldalon egyébként. Itt jobbra van valami... Nem itt van a... az Invictusnak a izeja, hogy itt jönnek, mennek az Idrisek meg tűzijátékoznak? Ez nem az? Az Idris? De, akkor engem az Idris lőtt ki. Akkor azért volt annyira ismerős a hajó. Tudtam, hogy valahol láttam, láttam, de... miért lett ki az Idris? Sanyi a megoldás. Hát meg közel mentem a hajóhoz, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy puty-puty. Teszély forrás volt. Berteli. Hú, mivel kell kérni leszavási engedélyt, gyerekek, de elszoktam tőle, látszik, hogy régen jöttem. Hát Alt-N gyárilag, a gyári gomb kombináció az Alt-N. Rátraktuk valamire, várja. Hú, meg kell néznem a gombokat. Gyors gombra rátraktuk F valamire. F3. Az volt nekem régen. Akkor lehet, hogy arra raktam én is annak. A régi Joy-ja, mi lett a olyannal, ami nekem volt? Melyikkel? Mi a nevednek? Trustmasternek a Hortar 6, vagy mi ez? Ja, a T-Flight Hortar 6? Az benn pihen a dobozába. Ez egy kicsit jobb azért gondolom. Hát ez... egy csillagközi utazás, igen. Hát körülbelül egy ilyen csillagkapu átlépésre az volt, baszki. Ez a Whirlpool ahhoz képest. És ez a sok gombra már bal kézrénél raktál valamit? Mindenem van valami. Az jó. Így van. Egyébként tényleg nem rossz. Meg lehet hamar tanulni. Én már egész jól megszoktam a kombinációkat. Ez a Buzzkillernek a beállításai, amik vannak rajta. Csak én annyit csináltam, hogy nekem nem nulláról megy föl, tehát nem innen megy a gáz, hanem innen középről, mert innen középről hátrafele tolatok, előrefele meg megyek előrefele. A Truston is így volt. Csak így én van, fordítva csináltam, mint én, előrefelé fékeztem, hátrafelé meg gáztattam, úgy kényelmesebb voltam, kellett olyan messze nyújtanom a kezem. Ja. Meg olyan a jumbók is, a repülőgépek is azt hiszem úgy használja. Hátrafelé van a Trust, a tolás. Nézd meg, nem tudok tankolni. Várj, ja, most lehet, hogy kiszálltam, azért nem, de mindjárt majd becsukom az ajtót, kiszállok. Várj, akkor még egyszer megnyitjuk, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. Becsukom az ajtót is, hogy legyen bezárva. És akkor csak te ülsz benne. Most csak te vagy benne elvileg. Gyakorlatilag is, csak kikére majd pakolom a hajódat, ha meg sikerült tankolni. Jó, mindjárt nézzem. Semmi. Nem enged. Nem. Nem. Miért, de ez a platform, ez nagy. Hát annyi van, hogy... Manuál refuel kvantum, semmi? Semmi. Nem, az előbb sem csinált semmit rá. Akkor kipakolom a hajót, az aztán rakd el, aztán vedd elő újra? Nem és tudom. Akkor látod, hogy mennyi az annyi, mert az előbb is úgy csináltuk, de majd elő a következő streambe fogom elővenni valószínű már. Tehát ha cuccoltál, akkor csukd be. Nem baj, a két izé megvan, többit mindent ott felejtettem az utolsó két ember. Dobáld ki lokálba, addig idejövek el is lesz. Jó, kiszálltam, akkor elrakhatod. Becsukjam? Becsuktam. Jó, csukd be. Rendel el kell mindennek. De megvallak itt a liftnél. Úgy talán nem bagol be, tudod. Igen, de nekem izénál volt, Hurston bolygónál volt gond a lifttel. Én ott ragadtam be. Itt jó volt már, mindig. Amióta jó gépünk van, talán már ilyen üres liftaknak nincs. Hogy iszok én pálinkát? Hát nem vagyok egy nagy pálinkázó srác. Meg úgy az alkohollal való viszonyom is olyan, hogy eléggé ilyen szellős. Szellő István. Hol vagyunk? Benzinpointon? Hát kell rakni a székelyemen?
Itt a székhelyed? Neked innét az indulási pontod? Nem, lent Arkorpont, de... Ja, de ide rakom, mert még mindig könnyebb innen jönni-menni. A kisebbet kell tudni, hol is kell átrakni? Gyere, balra. Kórház. Rég volt, tudom, csak rég voltam erre, már mondtam, rég játszottam. Hubbazd meg, várj, nem az... Nem, azért tovább, mondom, tovább. Én is rég voltam. Rég voltam itt Pajginin én is. Én csak Banja Pontnak hívom. Ja, yeah. Control Point. Control Point. Itt a medical klinika izé mellett, gyere. Fú, milyen izé laggom van, gyerekek. Ú, de jó. Elméletileg ez az, ugye? Elméletileg ez az. Nem tudom, mindjárt megnézzük, accessing, igen. Ez primer residence, transfer imprint. Fakultás, és akkor ide kell transfer imprint. És akkor igen, és akkor ide jön az imprint. És ilyenek a, kor, vagy ilyenek a T3-as ágyak is már a vizében is. Hajon. A Cutlass-redben is, meg az új Ursában is. Az új Ursát, azt legközelebbi streamben megnézzük, mert vettem egyet, úgyhogy csak azt majd... Azt majd megnézzük és kipróbáljuk. Az a baj, akkor viszont az jövő héten lesz mi? Hát körülbelül, de ha hétköznap, várjál, de ha hétköznap lesz egy pici időm, akkor nagyon szívesen bejövök így random, és akkor megnézzük. Egy ilyen egy kötőjel másfél órát hétköznap így egy-egy nap talán tudok szakítani délután. Hánykor kezdeni? 6-kor? Nem. Akkor ilyen random. Hétfő valószínű. Hétfőn itthon vagyok, úgyhogy dél körül leszek egyet. Akkor is egy ilyen két óra belefér, úgyhogy szerintem hétfőn találkozunk, de nem ígérem meg, de azt jól be is tartom. Hát a rutinos csóka már így nyomja. Nem ígér, de az be is tartja, így van, muszáj. Na srácok, hát nagyon köszi, hogyha ideig velünk tartottuk és megnéztétek ezt a videót. És ha tetszett, akkor kövessetek be Twitch-en, iratkozzatok fel a Facebook csatornámra, a VOD csatornámra. Gyertek, lájkoljátok a Facebook oldalamat, lájkoljátok az X oldalamat, és gyertek a Discordomra dumálni. Mindig van aktuális információ a játék állásával kapcsolatban, és a többi. A Twitteren is egyébként mindig ilyen informatív posztjaim vannak, oda ritkábban posztolok, de akkor azok ilyen elég informatívak általában. Úgyhogy találkozunk ott is, hogy szeretnétek, akkor kövessetek. Steve meg Zsolti, köszönöm nektek a játékot, és mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Találkozunk legközelebbi videóban, addig is vigyázzatok magatokra. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok, jó ét.